láttam a színészen, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvilág. Ezt nem mondtad, hogy... Jó beszélgetés lesz, ez én már érzem. Az új filmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon keressétek. Hát az van, hogy fantasztikus volt. Nem hiszek a fülelnek, hogy... Annyira színészkedni se kell benne effektíve. De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valamok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok, itt van a 121. Filmbarátok Podcast, jelentkezünk május közepén, és hárman vagyunk itt. Itt van egyfelől Gergő. Sziasztok. Black Sheep. Sziasztok. És én Freddy. Sziasztok. Na, hát a mozis szezon most elég szar, hogy lehet így mondani, úgyhogy válogattunk... Hát van egy-két mozis premier, de régebbi darabok is vannak, de ez egy kicsit rövidebb adás lesz, úgyhogy nyugodtan spóroljátok most meg, amit szoktatok kínni, hogy mi? Nem 4 órás? Szar! Meg úgyhogy néha kell egy ilyen is. Nekünk is kell egy kis szusszanás, hogy nem mindig 4 órás adás legyen. Sőt, hát Gergő még el is akar menni az Arthur királyra, úgyhogy időbe talán kell végezni. Úgyhogy lehet, hogy az utolsó két filmről már nem fogunk beszélni, de majd meglátjuk. Hát az hamar le tudjuk szerintem. Jó, igen. Jó, na, milyen közérdekű infók vannak. Igen, köszönjük szépen a borítóképet Ádámnak, akit last minute még beküldött egy képet, miután észrevettem, hogy még nem kaptunk tőletek, úgyhogy kiírtam, hogy aki esetleg érez ilyen affinitást, és ráér, akkor az küldjön nyugodtan. Amúgy csúcs, megint szuper. Igen, és a következőre már van az Alienshez, úgyhogy... Hát az egy isteni csoda, az a borítóképnek. Ja, úgyhogy várjátok, nagyon jó lesz. És akkor legyen népakarat a sorsás. Legutóbb Laci beadványa lett kisorsolva, ami a Manderley ház asszonya. Ez egy 1940-es Hitchcock film, amiről természetesen az adás végén beszélünk, de akkor sorsoljunk újra, itt legutóbb frissítgettem a listát, a blogon is egy majdnem top aktuális van, itt tegnap este még bevittem párat, úgyhogy 1410 film van, amit ti küldtetek be, és akkor most a random.org-on megnyomom a generate-et és a 668. beadvány lett most. Miért nem a 666? Ha az lett volna az igazi. Megmondom, mi lett volna a 666. De ha nem az ördögűző, akkor... Vagy az Omen. Vagy az Pia, igen, inkább tényleg. 666. az valami Gimi Bossi nevű film lett volna. Hát ez olyan. Tehát abban abszolút passzol így cím alapján. Ez a Lizzie Bordennek tűnik nekem. Nem, de... ne beszéljünk a Gimi Bossiról, mert nem az lett kisorsó, hanem a 668-dik, ami egy a Vörös Kör című film, amit Bence küldött be. Hát én ezt nem tudom, mi ez. Vörös Kör. 1970-es film, én úgy látom. Én is most itt az IMDb linket be rakom. Ellen Delon, igen. Mm-hmm. The Circle Rouge 1970-ből valóban 8,1-en áll. Hogy francia cuccos. Aha. Francia thriller, krimi. Oh god. Erről még ez lehet, hogy jó lesz. Én sem hallottam még róla. Jó, nagyszerű. És a Samurai rendezőjétől, úgyhogy ez lehet, hogy jó film lesz. Az jó a Samurai? Állítólag az. Ja, első kézben mondod. Nem láttam sajnos. Ezekre tehát én a francia filmekkel kicsit hadilában állok, és a francia filmgyártás az annyira nem a jó barátom nekem, de jó, elismerem, vannak nagyon jó filmjeik, csak ja, annyira hát nem tapogatózom arra. Ez is csak arra. 2 óra 20, tehát. Persze, semmi. Persze, minek nekünk szabad idő. Jó. Jó, úgyhogy akkor ez lesz legközelebb, a Vörös Kör, és izgalmas lesz. Szeretem az ilyet, amiről az égvilágon semmit nem tudunk előzőleg, úgyhogy ez mindig izgi. Na, akkor jöjjenek a villámkérdések. Az első kettő Józseftől származik. József kérdezi, melyik az a már nem élő, vagy már nem aktív rendező, akit a legjobban hiányoltok? Satoshi Kon, anime rendező. Én őt nagyon. Ti annyira nem gondolom, de én nagyon.
Hát igazából én csak azért lennék kíváncsi mondjuk arra, hogy mondjuk egy Hitchcock most mit csinálna, hogy most mennyivel több lehetőség van ugye a filmkészítés szempontjában. Tehát most már ugye tehát nem muszáj mindent megépíteni, nem muszáj mindent ugye pöcre pontosan, óramű pontossággal megcsinálni, most már lehet kérni számítógépek, stb. Segítségét, és hogy például arra lennék kíváncsi, hogy ők, amikor elengednék így a fantáziájukat, és nem kéne tényleg mindig a kornak az akadályba ütközni, akkor mit tudnának mondjuk csinálni egy ilyen nagy történelmi epic filmmel például, vagy egy Kubrickot például. Mm-hmm. Én egy John Sturges-t mondanék, aki 92-ben halt meg, bár ő elég, hát nem tudom, a 70-es években, igen, 76-ban rendezett utoljára filmet a Sas leszálltal. Az se volt mondjuk rossz film. Nem tudom, ismeritek-e? Nem. Nagyjából, így név alapján, egy hallás alapján. A Michael Caine, az egy érdekes alapkoncepció az a film, ahogy ilyen nácik Angliába mennek, ilyen és angol tiszteknek adják ki magukat azért, hogy Churchillt meggyilkolják ilyen merényletben. Bár itt láttam, hogy 6-ost adtam rá, úgyhogy lehet, hogy akkor mégsem olyan jó, mint az emlékei. Az egyébként mégsem. Nem először fordul ez elő, hogy Freddy valami filmet dicsőítesz, és aztán kiderül, hogy ilyen 5-6-ost adtál rá. Emlékszem, annál a tetováló, nem tetovázs, annál a graffitis dokumentumfilmnél is ez volt. É, azt mondjuk fejjel. Igen, de ott tudtam, hogy mi nem tetszett a film, és utólag 7-esre is módosítottam, amikor újra megnéztem. Ott az nem tetszett ez a Mr. Brainwash-os szál, tehát ugye a kétharmadától nekem nem tetszett. Érdekes volt azután is, főleg, hogy teljesen más történet lett az egészből, csak ez a bizonytalanság, hogy most mi kamu abból és mi nem, az úgy, nem tudom, valahogy nem erre vágytam. Főleg, hogy úgy lett, én azzal az infóval ültem le, hogy ez egy Banksy film lesz, tehát az egész street artról, meg ezek után ez az idiótáról szólt már az egész, de ezt már kibeszéltük az előző adásban. Jó, világos. Úgyhogy jó, John Sturges. Van még más, aki... Hát én például azért esik nehezemre ilyet mondani, mert ugye én abszolút nem abban a korban éltem, amikor ezek az emberek alkottak, ezek az igazi nagy klasszikusok, úgyhogy én nem is tudok ilyet mondani. Jelenkorban hát mondjuk, pedig most szerintem nem volt olyan nagy tragikus halál egy rendezőnek például. Hát mondjuk én kíváncsi lennék... Igen? Mondjad? Nem akartam semmit mondani, csak azért. Ja, hogy kíváncsi lennék, hogy például Orson Welles, aki annó megreformálta ugye a rádiózást is, meg a mozit is, hogy például esetleg most meg tudná megint reformálni. Tényleg, amit mondott Gergő is, hogy ugye a mai eszközökkel mit kezdene egy Hitchcock, mit kezdene egy Kubrick, vagy egy Orson Welles, vagy akár mondjuk Chaplin, hogy képes lenne megint valami nagyon egyedit, bár ugye ő már a hangos filmben is alkotott. Tehát ugye ő annyira jó hangos filmeket nem csinált, mint amilyen jó néma filmeket. Tehát kíváncsi lennék, hogy például most a digitális technikával már, hogy ő például mit tudna vele kezdeni, mert azért a humorban nagyon sok mindent lehetne például. De nyilván a régi nagy rendezők. Vagy aki nekem még eszembe jut, aki mondjuk még él, de a Gyilkos Joe-ta nem forgatott, az a, ja, vagy William rendezett, Friedkin. Az a William Friedkin, aha. Aha, hát úgyhogy igen. Azért benne is volt Spiritus, tehát ő is egy ilyen nagyon egyedi rendező. Hogy Milos Forman, ő csinál még valamit egyébként? Valamit csinált, de mostanában már így, azt nem 2 éve, vagy 3 éve csinált valami filmet, de így kb. senki nem nézte meg, tehát eltűnt. Most rákeresek. Aha, 2009-ben csinált utoljára, rendezett egy filmet. Olyan régen? Egy Peter Forman nevű fazona lehet a fia talán. Vagy egy testvére. Nem tudom, ki lehet, ez szerintem valami... inkább a fia. És ők ketten csináltak valami musicalt. 2009-ben látok valami Dobre Placena. Igen, ezt mondtam, ezt mondtam. Ja, ez az? Aha, igen. Akkor nem nagyon csinálnál semmit. Hát nem nagyon. Tehát ez a Golya kísérlet volt talán így a vagy kísértetei pontjának. Igen. Az nem is volt egy túl jó film, azt nemrég megnéztem. Úgyhogy... Hát meg előtte az ember a Holdon, de ez az én egyedi rajongásom. Hát maradjunk annyiba, hogyha mondjuk az életmű lezárásának az ember a Holdon azért ütősebb lett volna, mint a Golya kísértetei. Ja. Vagy az Amadeus talán még jobban. Hát jó, igen, jó, hát az persze. Ez tényleg visszavett, szegény.
99 után már csak ezt a Goya kísértet, aztán igen. Még valami videót forgatott 2007-ben, ez nem tudom mi. Szemafor. Szerintem más sem. Jó. De csak a címét felolvasni érdekes. Az egy érdekes élmény. Jó. Meg az hát a Larry Flint filmet. Hát az meg, arról meg ugye volt. Nem volt, tehát azért ő az Amadeus után csinált még jó filmeket. Jó. De tényleg, tehát az ember a Holdon lett volna egy tökéletes lezárása. Hát jó, hát nyilván ez. Hát ő is hány éves? Már 32-ben született. Hát, 85. 85, azt a rohadt. Hát nem egy Ridley Scott, aki még most is még 5 filmet tervez előre. Hát vagy Clint Eastwood. Hát az is. Meg Scorsese, hát mondjuk Scorsese 70 pár talán. Na jó, de Scorsese ugye nem fog meghalni, tehát örökké él, szóval ja, neki hát könnyű. Tehát amúgy, mit tudom én, mondjuk egy 20 év múlva felteszik ugyanezt a kérdést, amikor már tényleg mondjuk nem lesz Ridley Scott, nem lesz Scorsese, nem lesz Spielberg. Ja. Tehát ott tartunk, hogy lassan tényleg ez a generáció is le fogja tenni a lantot. Mondjuk annyira, tehát most attól meg nem kell félni, hogy nincs utánpótlás, mert akkor meg ugyanúgy lesz még egy Tarantinónk, lesz egy, jó, ő is még, igen, a Villeneuve-ünk is lesz, akkor ki van még? Nolanünk is van, tehát így szerintem azért még nem kell attól fosni, hogy ki fog fogyni Hollywood. Igen. Még egy ideig biztos. Jó, akkor József második kérdése hasonló, de ugyanez színészekkel. Ki az, akit legjobban sajnáltok, hogy már nem láthatjátok vászni? Heath Ledger. Annyira megnéztem volna, hogy mit csinál a sötét lovag után. Egyrészt az, hogy nyilván a felemelkedésbe akkor beledobták volna azonnal. Meg utána, hát most nyilván előtte megint neki is voltak ezek szép fiú szerepek, és akkor utána megjöttek ezek a komolyabbak. És nyilván ez még egy eléggé friss dolog, de például azt nagyon megnéztem volna, hogy ő hol tartana most. Jó. Hát ő egy ilyen Matthew McConaughey pályafutást... Igen. Kezdett volna. Kezdett vagy DiCaprio, inkább DiCaprio, mert azért a Heath Ledger nem szerepelt annyira szar filmekben, mint a McConaughey szerintem. Hát, jó, ez tény. Jó. De be volt skatujázva azért. Hát az biztos. Bár a McConaughey is már kezd visszafelé. Hát ez a sötét torony basszus. Ne is mondd, atya úristen. Pedig egy viccel kívül bíztam benne. Tehát, hogy én is. Oké, Idris Elba, meg McConaughey, meg ide seggfejkedik, az szokott neki menni. Ja! És ez a fasz... úristen. És menjünk bele. Majd megnézzük a moziban. Vagy én megfogom, mert katasztrófa turista vagyok. Igazából én most a trailer alapján nagyjából letettem az elvárásaimat így a Vin Diesel-es utolsó boszorkányvadász szintjére, és ahhoz képest annyira szar majd csak nem lesz, így ebbe bízok. Hát reménykedjünk. Mondjuk az Aranyban egyébként kurva jó volt a McConaughey, csak kár, hogy ezt a filmet nem nagyon nézték. De igazából minden filmben jó, csak a filmek szarok. És azzal meg nem tudunk mihez kezdeni. Szerintem. Na, Ledger, akkor ki van még? Én most mondhatnám megint az öreg arcokat, hogy Steve McQueen, meg ezek, de szerintem én nem elsősorban. Hát nekik megvan azért az öröksége, nem? Hát megvan, igen. A Bud Spencer, de hát most megvan az öröksége. Szóval. Na tehát nekik azért nem tört elég be a karrierük emiatt, hogy ugye eltávoztak. Én a Benny Hill-t lehetne még mondani. Tökre megnéztem volna, hogy a 90-es években halt meg, hogy az ő humora hogyan változott volna, hogy ő még mindig nyomta volna ezt a hát kisé szexista, egyszerű, grimaszolós poénokat, vagy esetleg ő is megváltozott volna idővel. Bár ezt kétlem, de szerintem nagyon érdekes. Vagy hagyták volna érvényesülni. Volna. Hát vagy szép csetben, senkit nem érdekel már is. Igen. Magányosan halt meg, bár így is magányosan halt meg. Mm. Ja. Hát vagy a, jó, klassz, ez úgymond ilyen sablon válasz, hogy a James Dean, csak az a baj, hogy én mondjuk James Dean-től ezt ciki, de semmit nem láttam. Tehát ugye őt szokták mondani, hogy James Dean az, aki így három filmet csinált, és ilyen óriási színész lett volna, csak ugye aztán tragikusan meghalt. Most ez ilyen sablon válasz, de tényleg nem tudok róla sajnos semmit. Ugye. Ja, meg hát Philip Seymour Hoffman például. Tényleg. Na ő Na hát ő például, tehát az... ott is neki is még nem ért messze véget a karrierje. Tehát most persze lehet mondani Carrie Fishert is, de ő igazából Star Wars volt. Tehát most... Persze megnéztem volna még a 9. részbe is, de...
Na, neki már igazából megvolt a karrierje. Akit tényleg így ilyen nagyon fiatal halt, meg ilyen fiatal színész, és azoknak tényleg érdekes lett volna nézni, hogy mennyiben lenne más mondjuk Hollywood, mennyire lenne más mondjuk az arculata a színészeknek. Uh-huh. Vagy akár mondhatnám Ryan Dunt is a Jackassből, mert ja, szerintem uh-huh, ezzel intézték el, hogy ne legyen negyedik rész. Lehet, amúgy. Ja. Igen, Freddy szereti a Jackass-t. Én is kiderült. Szeretem. Black Sheep pedig nem érti. Ja, te nem érti. Ja, tényleg, én igen, veled nézettem meg. Én nem szeretem a Jackass-t, úgyhogy... Ja, ti csak szeressétek nyugodtan nélkül. Én kurva jól szórakozok rajta, akárhányszor láttam amúgy. Nem, nincs semmi gondom vele, csak néznem nekem ilyen. Én nem ítélek el senkit. Amíg otthon a négy fal között csinálják mi. Így van. Nyugodtan nézze, akinek tetszik, csak engem hagyjon békén vele, tehát neki boldog lesz. Jó van, lesz még karácsony Black Sheep. Ah. Igen, tudom, ezt hallgatom már 4 éve. Csináljuk azt, hogy Gergő megnézeti veled a Jackass 2-t, én meg a Jackass 3-at. Ah. Akkor jó, én meg mindenkinek animéket adok aztán, akkor meglátjuk ilyen. Hogy Al Pacino filmeket, vagy Russell Crowe-t, vagy ja, akármi. De jó lesz. Magyar Szabadság 50 árnyalatát. Hála Istennek, hogy addig az nem jelenik meg. Jó. Jó, egyéb ötlet, vagy... Hát nem. Nincs. Jó, akkor egy kérdés van még. Ez szerintem elsősorban Gergőnek lesz izgalmas, de azért felolvasom. Szabi kérdezi. Kedves filmbarátok, először is köszönöm, hogy vagytok immár. 3 éve követlek benneteket rendszeresen. A sorozat ajánlóitokban sosem csalódta. Még legutóbb a Black Mirror volt ilyen. Nagyon helyes. A kérdésem is ehhez kapcsolódik. Ti milyen rendszer szerint szoktátok megtervezni, mikor juttok el bizonyos filmek vetítésére, és esetleg használtok-e valamilyen alkalmazást a sorozatok epizódjainak követésére? Én például a sorozatok rengetegében a TV Showtime Android alkalmazást ajánlom, ahol be lehet jelölni a megnézett epizódokat, így nem kell, vagy így nem gond keríteni, vagy... Okay. Így nem gond kideríteni, hol tartok. Hosszú nap volt, elnézést. Ha esetleg pár epizódot nem tudnék követni valami miatt időben, de új sorozatok részeinek darálásakor is hasznos társ. Sok szépet és jót az új eszendőben is, várjuk a maratoni adásaitokat. Igen, hát ezt valószínűleg az év elején raktam be. Üdv Szabi a Vajdaságból. Ez nagyon, nagyon kedves e-mail volt. Akkor... Hát jó, a filmek szerintem az egy könnyebb dolog, hogy ott az egyszerű észbe tartani, hogy mikor jelenik meg. Hát meg főleg... az előzetesek ugye tényleg mindig az arcunkba tolják, meg aztán ott vannak a filmes hírportálok. Kivéve a magyarok, többi... hogy in October hamarosan. Jövőre. Soon és idén, és akkor így eltolják a filmet következő évre. Igen. Volt ilyen? Hát én a filmek terén én a sokszor hallottátok, de a Voxot a szerűszeretettel használom. Itt az elején van egy ilyen nagyon jó kis mozaik ábra, hogy mikor mi jelenik meg, és az nagyon praktikus. Úgyhogy a filmek terén én ezt, vagy az Eon Flux-nak van egy ilyen bemutató táblázata. Úgyhogy filmeknél ez. Sorozatoknál én nagyon komplikált vagyok szerintem. Én egész egyszerűen mindig elmentem az adott sorozatnak, az évadának a wikipédiás bejegyzését, és akkor mindig meg tudom nézni, hogy ebből rég néztem valamit, mikor jelenik meg ez. Aha, igen, ez most 2 hétig születe, jaj, de jó, akkor van egy kis idő más nézni, de hát így se tudom azt a tempót követni, ahogy a tévétársaságok, úgyhogy itt mindig hát kis backlogom van, ahogy mondani szokták, de alkalmazást nem használok ehhez. De Gergő biztos másképp van ezzel. Én amúgy nem. Tehát a mozit, amit te is mondtál, az Eon Flux-ot szoktam nézegetni, meg ugye még nézek egy másik blogot is, és ott pedig ugye mindig kirakják a heti premiereket, tehát ott azzal mindig up-to-date vagyok, meg hát az én fejből ezeket nagyjából tudom, hogy mi mikor jön, úgyhogy szinte csak ilyen megerősítésnek nézegetem őket. A sorozatokat meg az fejben van tartva. Tehát igazából tudom, hogy oké, most hétfő van, akkor most például ezen a héten ugye Leftovers van, meg Amerika istenei, akkor kedden ugye megy a
A Better Call Saul szerdán megy a Prison Break, csütörtökön pedig megy a... Ma jött a Fargo, ugye? Tehát ma például a Fargo-t néztem, és akkor hát nyilván amikkel inkább el szoktam csúszni, ezek a Netflix-es sorozatok. Tehát így tesómmal például beszélgettünk pénteken, és akkor így vagy nem is szombaton, és akkor mondja, hogy de várjál, tegnap jött ki a Sense8-nek a második évada, tehát ugye a Wachowskiéknak a sorozatának, a Netflix sorozatának az új évada, és így totál ki voltunk akadva, hogy úristen, miért nem tudtunk erről, és nyilván azóta megnéztük mind a ketten, és ordítunk annyira jó, amúgy, tehát nézzetek Sense8-et gyerekek, mert a második évad is rohadt jó. És igazából ja, inkább a Netflix sorozatokkal szoktam elcsúszni, mert azokat nem tudom sose, hogy mikor jönnek, meg mikor mennek. Egyébként a Defenders most tudom, hogy augusztus 18, de az meg egy másféle őrület. Én a filmeknél, hát én úgy teljesen random, tehát illetve a nagy filmeket szoktam tudni. Tehát most a nyáron nagyjából tudom, hogy mik azok a filmek, amik jönnek majd júniusban, mik azok, amik júliusban jönnek, és érdekelnek nyilván, mik azok, amik augusztusban jönnek, és akkor azt így előre nagyjából tudom. A kis filmeket meg én is a Voxból szoktam, tehát általában nálam ez úgy néz ki, hogy megnézem, hogy van egy filmtrailer.hu nevű oldal, ahol egy nagyon jó kis ilyen híroldal, illetve a kritikák is vannak fönt. Mostanában már nem frissítik a premiereket annyira sűrűn, mint régebben. Régebben mindig egy hónapra előre meg lehetett nézni a pontos premier dátumokat, én azt nagyon szerettem, és akkor néztem a nagy filmeket, most nyilván azokról tudtam, hogy érdekel vagy nem, és akkor a kis filmeket meg mindig adott hónap elején a Voxból tudtam meg, hogy ők hogy nyilatkoztak róla, hogy ez engem érdekel-e vagy sem. Uh-huh. Tehát az, hogy nagyjából így, és akkor utána a kisfilmeknek a nagy részét moziba esélytelen, hogy megnézzem, mert nem vetítik. Úgyhogy ebben igazából ez volt a szép, hogy általában semmit nem tudtam megnézni moziban, amit úgy kinéztem magamnak, mint ahogy ez ebben a hónapban is megtörtént a Vademberek hajszájával, de ez már az én drámám. Sorozatok terén meg én nem nézek annyi sorozatot, hogy ne tudjam követni. Meg én nem darálok sorozatot, én most jelenleg két sorozatot nézek a Leftovers-t. Nem. Egyedül két sorozatot nézek, a Leftovers meg a Fargo-t, és akkor ezeket így nagyjából tudom követni. Úgyhogy így nem, én nem merek már egy harmadikat bevállalni, mert akkor tudom, hogy akkor már baj van, tehát akkor már borul az egész. Meg most ez azért könnyű, mert mondjuk tudom követni, mert ugye három vagy négy rész van belőlük, és akkor annyira nem tudok mellé kattintani, hogy most tehát mondjuk van a Fargo-ból most jött ki a negyedik rész talán. Igen, ma jött ki, igen. Tehát most a négyből nagyon nem tudok, de tudom, hogy a kettőt láttam eddig, úgyhogy tudom, hogy a harmadik jön, tehát ezt így nem nehéz észbe tartani, úgyhogy ebből a szempontból jó, hogy kevés sorozatot nézek, abból a szempontból viszont nem jó, hogy a büdös rohadt életben nem fogom megnézni az összes sorozatot, ami érdekel. úgyhogy én így csinálom. Ez tisztos stressz. Tök jó. Az jó, igen. Most fejeztem be a második évadot, és atya úristen. Úgyhogy... Aztán, a filmbarátok aztán... express szagot érzek itt. Igen, én is érzem. Jó. Egyébként akkora stressz, hogy például most itt van a Fargo, meg a Better Call Saul, és még egy részt nem láttam. Az új évadból? Az új évadból, igen. Aha. Hát a Better Call Saul-t azt ajánlom. Az nagyon jó most. Több biztos én vagyok még egy benne. Részt nem láttam. A Scar pedig. Igen, tudom, de ez az erről beszélek, hogy ott van a Better Call Saul, és így basszus, rohadtul érdekel, de soha a büdös életben nem jutok el oda. A Homelander is le vagyok maradva, a Kártyavárral már jó ég tudja, mióta le vagyok maradva, arról nem is beszél, hogy még az Ash vs. Evil Dead-del is le vagyok maradva, ami pedig talán a legjobban érdekel mindközül, és egyszerűen nem. Tehát annyira sok sorozat van, ez egy ilyen, tehát mindenkinek kéne egy klón, aki minden hónapban egy hetet bemegy dolgozni, és akkor az a hét arra lenne jó, hogy közben az eredeti példány, az megnézze az összes sorozatot, ami van. Igen, akkor boldog a világ lenne ez így. Szoktam ezen filózni, hogy oké, ha beteg vagyok, akkor hogy most biztos tudok nézni, de nem tudok nézni, mert szarul vagyok, és nincs kedvem rá, tehát tudom, hogy inkább aludnom kéne meg ilyenek, és nem jön össze. Tehát kéne valami olyan betegség, hogy jól vagy, csak például egy lábtörés. Igen. Csak felrakod a lábod, gipszbe vagy, és közben jól vagy egyébként, és ki tudod ezt használni. Törjük el egymás lábát, az a legegyszerűbb. Jó. Úgyhogy nagy dilemmák ezek, luxus problémák. De egyébként én úgy érzem, hogy a minőségi sorozatgyártás már kezd egy kicsit visszább venni. Tehát amióta
már gyakorlatilag nincs film, amiből nem készült sorozat. Most a Taken-re célzol? A Taken, vagy annyira szar lehet, a Lethal Weapon, vagy a... Ez a másik. Kiképzés. Minden van még. Kiképzés. Ördögűző, bár az állítólag jó. Csúcshatás. Csúcshatás. A Csúcshatás is állítólag jó, de annak már vége is van sajnos, de... Ja. De minek? Kapcsolat. Hát, várjál, most a Bluffből csinálod. Ja, nem a kapcsolat. Az alkonyattó pirkadaték. Tényleg, abból is van. Tehát őrület, tehát azért álljunk már meg. Tehát... Igen, jó. Egyébként ezt én sem értem, hogy így is el vagyunk árasztva sorozatokkal, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy ennyi rohadt jó sorozat között szükség van egy Taken-re. De most komolyan, tehát ki gondolja ezt? Vagy ez tényleg ez már az, hogy annyira sok sorozat van, hogy megjelenik a sorozatok között is ez az úgymond trash. Tehát, hogy kezdik termelni a trash-t. És pusztán csak ennyi év kellett ahhoz, hogy ez így megjelenjen, mert tényleg most már tömegével. Szerintem a trash eddig is megvolt, csak most már megjelentek a jó sorozatok is mellé. Tehát amikor már így, amikor tényleg így nézed, és akkor látod, na ez nem tévére készül. Tehát, hogy ez kizárt, hogy ez olyan minőséget képvisel, mint látványban, mint írás, mint bármilyen szempontból, hogy egyszerűen már gagyinak tűnik. Mert szerintem lehet egy 10 éve ez a Taken sorozat egy tök jó dolog lett volna, vagy egy 15 évvel ezelőtt. Csak most meg már lehet, hogy ez a sorozat csak simán jó, vagy közepes, és az, jó, embernek, már kevés. Az embernek már nincs ideje arra. Jó, lehet, mert egyébként én úgy beszélek most erről, hogy nem láttam a sorozatot, csak én se. Az ötletről beszélek, hogy... Hát, amúgy elférnek. Jó, persze, elférnek. Most nekem nem zavar, hogy van, csak... Hát de olvastam a héten, hogy a YouTube is csinálni fog sorozatokat, meg a Facebook is. Tehát igen. A Facebook. 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 De ez ilyen Scared PewDiePie to Death, meg hasonló ilyen borzalmak lesznek? Nem, ilyen scriptel dolgok lesznek, azt hiszem. Mm-hmm. Ja. Erre van szükségünk még több sorozat. Igen, persze. Ja. Kevés az idő, sok a sorozat, mi a megoldás? Még több sorozat. Hát jó, most egy ilyen Taken-re könnyű nemet mondani, tehát azt nem is sajnáljuk, hogy jó, nem nézzük. Igen. És akkor itt tudod, hogy minden évben jön valami nagy dolog, jön egy Stranger Things, jön egy Daredevil, jön egy... Ez az amerikai istenek, ez is rohadtul érdekel. Ezt érdemes, ezt is. Tudom, meg ez a 13 Reasons Why, ez is kurva jónak tűnik. Ez is nagyon erős. És ezt sem láttam. És akkor még olyanokkal is le vagyok maradva, mint a Vikingek, amit láttam egy részt, és rohadtul tetszik, és ez tényleg szörnyű egyébként. És aztán jön a Trónok harca hamarosan. Arról ne is beszéljünk a Trónok harcáról. Sons of Anarchy-t egy részt sem láttam, pedig rohadtul érdekel. Abból jön a spin-off. Azt most forgatják a pilotot, azt hiszem, talán. Jó, még egy sorozat, ami ezen fog eljönni. Úgyhogy tényleg, ez tényleg luxus probléma, mert most itt sírunk, rívunk, de hát ez azért borzasztóan jó, hogy ennyi sorozat van, de atya úristen, kéne még egy élet, vagy nem tudom. Vagy hogy ne 24 órából álljon a nap, hanem 48-ból, és akkor talán lenne idő erre. Jó. Tehát aki nem munkanélküli, és nem egyedülálló, ez esélytelen. És nem beteg. Nincs nem beteg. Igen. Ja, igen, arról nem is beszél, hogy ilyen hülyeségekkel is kell mellette foglalkozni, mint a mindennapi élet. Igen. Tök fölösleges baromságok, amikor nézhet még sorozatot. Ja, enni kell, meg... Enni, vécére kell menni, dolgozni. Oh, el kell menni sörözni, tehát fasznak van hozzá. Jó, apropó fasznak van hozzá kedve, akkor beszéljünk az első filmről. Őrizzük meg a jó hangulatot. Galaxis őrzői Volume 2. Azt a mindenit. Mert második oldal. Oh. Érted? Ja, aha, ja igen. Mert van benne Magnókazi. Ja, nem érted, de nem látod. Mert Magnókazi van benne. Hogy ne láttam volna. Two. Ja, bocsánat, igazad van. Még a plakáton Black is rajta van. Igen, rajta vagyok a plakáton. Én tudok mindent erről a filmről. Tehát ne viccelj, most te kicsi gondolod, hogy én tudom a Mordá és Grootnak a nagy konfliktusait, vagy hogy űrlord mit csinál. Például tudom, hogy ebben az új filmben az apjával találkozik, Egóval. Hát ezt még én se tudtam, amikor megnéztem. Meg aki egy bolygó. Megkövetnek Freddy ezen ünnepélyesen. Meg Black Sheep, ne viccelj, hát végre Nebula bekerült a csapatba. És végre láthatjuk ezt a faszakis testvérviszályt közte és Gamora között, tehát... Most puskázol valahonnan? Többet olvastál erről, mint mi amúgy a premier előtt. Kávé, direkt
Meg hát Baby Groot, hát én úgy vártam, mi lesz Baby Groot-tal. Tehát az, hogy Baby Groot nagyon cuki. Groot feláldozta magát az első rész végén. Tehát ott van Baby Groot, hát ez imádni való volt. Tehát az új filmben, amikor ott hátul csata volt, és Baby Groot ott elő táncolt, meg ilyenek, hát ez olyan cuki volt, hogy... Hogy lehet erről egyébként hát tudni, amúgy úgy, hogy nem láttad. Szerintem mindent kibeszéltük a Galaxis Őrzői 2-ről. Mindjárt meg is tesz, hogy hány pontot adtál rá ilyen. 11. Én maximálisan felkészülök minden filmről, ami a podcastben elhangzik. Úgyhogy nagy sajnálatomra nem láttam ezt filmet, de beszéltek már róla, mert nagyon érdekel, hogy... És ebben semmi irónia nincs úgy amúgy. Nem. Black Sheep ismersz. Persze, nyilván. Beszéljetek az űrlord kalandjairól, mert annyira érdekel tényleg, hogy miről maradtam. Érdekelhetne is. Meg a filmzene, hogy milyen jó a filmzene most is. Hogy miért van ez a bojkottom, fene egye meg. Még 5 évet várnom kell, hogy lássam ezt. Hogy aztán meghosszabbítsd a bojkottot, én már előre látom. Látni fog szerintem 2-t, és megint kiábrándul. Úgyhogy nagyon meg kell gondolni, hogy mit fog látni. A Deadpoolt meg a Logant, akkor talán nem. Igen, az a 2 az jó. Igen. Mert ahhoz nem kell előképzettség se. Ja, mondjuk egy Amerika kapitány polgárháború tök jó lenne, csak az meg kéne néznie még 3-4 filmet. Szegény agyvérzést is kapnak. Igen. Meg a tórokat mind ledarálom. Azokat nem kell. Hát a Loki jeleneteket megnézed, és akkor boldog lesz. Hát abból már lesz, akkor már szerint egy 2 órás szuperkát kávé, tehát addigra annyi Loki jelentünk lesz. Na mi újság, Peter Quillékkel és Drexel, na mesélj. Na jó, most elég volt. Most hát tényleg beszéljük a filmről is. Freddynek még tovább kell ezt hallgatnia. Ja, ez az. Azt meg nem akar. Nem, én kíváncsi vagyok, tényleg. Nem, hát... Ne. 3 év volt így az előző rész óta, és Freddy most már csendben van. és igazából olyan, ahogy Freddy is elmondta most itt annyi a plusz dolog, hogy ugye a Peter Quillt ugye elhozták még az első részben ugye a Földről, és a film végén kiderült, hogy ugye apunak a megrendelésére történt ez az egész, és akkor ebben a filmben tulajdonképpen felbukkan apu. Kurt Russell alakítja, és... Úgy hívják, hogy Ego. Ezt az igen, Ego. Igen. Igen, egy... Várjál, mi a égi lény talán a magyar cím? Magyar név? Igen. Égi. Vagy hadd emlékezzek. Vagy Freddy megmondja. Ja, de hát égi aztán, de Celestial ugye. Mindjárt eszembe jut. És akkor egy ilyen, hát ezek ilyen istenszerű lények is tulajdonképpen ugye a csapat 2 részre bomlik, emiatt ugye Peter az elmegy Gamorával és Drexel ugye, hogy megnézzék végül is, hogy hova akar őket vinni így. Kurt Russell, és akkor egyébként az első részben, nem tudom emlékeztek-e, de Peter Quill anyja angyalnak nevezte ezt az egót. Valami űrutazónak volt. Igen, de a Yondu például seggfejnek titulálta. Az a film végén van. Igen. Jó, és azért, hogy 2 része szedik a csapatot, ugye a Peterék ott vannak az Ego bolygón, meg az emberen igazából elég fura amúgy, tehát ilyen eléggé... Furcsa az egész. Na, szörnyen kreatív, ahogy szerinted, hogy sokat lehet rajta rögni már magán az alapkoncepción is. Főleg, hogyha meglátod, hogy bolygónak van egy arca tényleg. Szörnyen kreatív, hogyha kreativitásnak hívod azt, hogy irtózatosan betép egy csapat ember, és amit kitalálnak, azt rögtön leírják és berakják a filmbe. Annyira kurva jó nézni, hogy elszáll így a fantázia. Tehát így ez a... Igen, erről majd beszélhetünk, mert így valóban egyébként. Ezt annyira jó nézni. Csak ne szaladjunk szerintem ennyire előre. Ja, igen. És mindegy, a történet másik fele pedig ugye ott van a Mordály, ugye a Rakiték pedig ott maradnak ezen a bolygón, és ugye megjavítják az űrhajót, aztán közben őket elfogják, és akkor itt tulajdonképpen azért elindulnak egy irányba a történet szálak. Igazából a sztori az, nem mondom, hogy nagyon jó, de kielégítő. Tehát azt a szintet bőven hozza, amit szerintem így egy filmtől elvárunk. Tehát most nem... Jó, szerintem egy nagy marhaság az egész, csak nem a sztori miatt nézi az ember a filmet, és így szerintem megbocsátható. Hát főleg azért, mert hogy... De... Nem is kell, mert... Vagy de kell, mert... De nem, az alapot azt jól szolgáltatja ahhoz, amit a film el akar mesélni. Vannak benne nagyon jó ötletek, csak egy szétszívott fasság az egész, aminek semmi értelme nincs, de ilyen filmben szerintem ez nem baj. Hát mert... Hát ez a sztori mondjuk egy Amerika kapitány filmben hülyén nézett volna ki, de itt ez így szerintem engem hát, nem zavart. Hát de pont azért, mert ez a film, ez abszolút nem veszi komolyan magát. Igen. Tehát itt tényleg...
saját magán is röhög a film, akkor te, de igazából jó, nyilván ezért is szeretjük, hogy vicces a film, mert nagyon vicces a film. Tényleg hatalmasokat lehet rajta röhögni, és ritkán erőltetett a humor, de olyankor az egy picit tud fárasztani, még tud úgy az agyára menni az embernek, de alapján az is tökéletesen jól működik. És akkor hozzájön még az, hogy ami miatt szerintem ez túlmutat a legtöbb blockbusteren, vagy igazából látványfilmen, nagy költségvetésű filmek, úgy általában akciófilmeken, azok a karakterek. Mert most is igazából, ugye az első részben tök jól fel lettek ők építve, és akkor itt pedig a második része elkezdték őket akkor mozgatni itt a tábán, eddig fölöslegesnek érzett, vagy nem annyira szimpatikus mellékszereplőket pedig így feltoltak egészen így a kedvencek közé, és itt most főleg Yondu-ra gondolok. Mert az, amit Michael Rookerre leműveltek ebben a filmben, azt szerintem egy csoda. Tehát engem nagyon zavart a sminkje. Tényleg? Én nem, a engem sminkje? Nagyon, már az elsőben is, ez a kék pofa, én nekem nem tudom valahogy ez így. Nem láttam mögötte a színészt, az az igazság, én csak a sminket láttam. Ettől függetlenül jó pofa volt, nem arról van szó, de... Hát most az, amikor jó, hogy I'm Mary Poppins, jó, tehát nem lehetett nem imádni. Tehát jó, persze szerethető, csak én nem a színésznek tulajdonítanám ezt feltétlenül. Na, hát az ő jelenségének ezt. Szerintem, tehát ez egy karakter. A karakter casting, az jó volt. Meg maga a casting is, tehát egy karakterszínész kerestek, nem pedig egy Bradley Cooper, vagy nem jó, tudom, ő ugye szinkronizál, de hogy azt, amit ehhez elő kellett adni, az tökéletes volt. És tényleg ennek a filmnek szerintem Yondu az egyik legnagyobb fegyverténye, mert egy nagyon szerethető és nagyon érdekes történetszállat hozta ki belőle. Ugye Peterrel meg az apjával együtt, és igazából pont én gondolkoztam rajta, mert az elején nekem nem tetszett ez a film egyáltalán. Tehát ez a Baby Groot-os táncolós hülyeség így nekem már az túl sok volt. És hogy az elejére gondolsz a filmnek? Igen. Akkor nagyon egyetértünk, mert az eleje, az első kb. Egy óra szerintem fárasztó volt, tehát nem akart magára találni, és még figyeltem is, hogy volt az a jelenet, amikor Drax, aki nekem most már abszolút a kedvencem, tehát egyik legjobb Marvel karakter, akit az nem kérdés, hogy a legviccesebb Marvel karakter, de úgy általában az egyik legviccesebb filmes karakter, ez a csávó, de ezt annyira eltalálták, hogy ez hihetetlen. Amikor Drax beszélgetett ott a kis tómeder mellett a pillanatosajjal. Aha, igen. Na, azután a jelenet után kezd, az alapból egy jó jelenet volt, és utána kezdett el magára találni a film. Ott is voltak még baromságok, de mondjuk az első felében is voltak jó poénok, de utána kezdett el a film úgy összerántódott a film, és elkezdett szólni valamiről, elkezdett működni, elkezdett nagyon vicces jeleneteket egymásra pakolni. Tehát azelőtt is voltak ilyen kis poénok, de mondtad az elejét, az annyira nekem se az egy ilyen Groot reklámfilm volt, meg amikor ott föllőtte a mordája az embereket az erdőbe. Az kurva jó volt. Hát nekem az is olyan, kicsit felszaladt a szemem, hogy ez így most nem tudom mi akarna lenni, nekem az már nem jött be. És aztán ott a második felében, amikor ott voltak a hajón, és megszöktek a Yondu, meg... Igen. Ja, bocsánat, kicsit spoileresek vagyunk. Igen, a hallgatóknak mondom. Tehát az a jelenet ott a kicsi Groottal, hát az kurva jó volt. Igen. De hát a legjobb az, amivel a trailerben is benne volt, az a bombás jelenete a szikszalaggal, hát az a behugyoztam a röhögést. Az annyira jó volt, hogy annyira jó volt felépítve az a jelenet, és tehát egyszerűen iszonyú jól volt időzítve, bemutatva az egész poén. És tehát vannak a filmben ilyen igazi, ilyen sírva röhögős pillanatok, ugye amiket mondtam, azok mellett még Drexnek kb. Minden mondata. Tehát a Drex megszólal, akkor ott borulás van, és kész véged. Tehát azok nagyon jók. Mondjuk ő már az első részben is egyébként nagyon jó volt. De itt úgyhogy... szerintem még jobb volt amúgy. Tehát igen. Itt így mindenki, én a Gamorát is itt jobban szerettem amúgy talán, mint az első részben volt. Az első részben talán ő volt a legsótlanabb az összes közül. És itt viszont ő is kapott egy kis plusz történetszálat, és meg ugye Peter is egy picit úgy jobb volt talán köztük a dinamika. Meg hát a Rakit szerintem ő itt is jobb volt, mint az első részben. Nem volt annyira előtérben egyébként. És ahhoz képest mégis többet szerepelt szerintem. Igen. Tehát úgy... Hát nem tudom, én relatíve régen láttam az elsőt, de nekem úgy... Én előtte megnéztem újra. Ja, én is meg akartam, csak aztán nem jutottam el odáig. De a Rakit nem tudom, én nekem úgy... Vagy lehet, hogy csak azért gondolom ezt, mert az első részben még úgy a marketingben is benne volt ez a Rakit. Tehát, hogy ott rámentek arra, hogy van egy ilyen mosómedve, és hogy ez milyen menő, és aztán ugye kiderült, hogy ez tényleg tök menő,
És itt a másodikban meg már inkább a kicsi Grúton volt az a hangsúly. Hát, inkább vele... kicsi Grúttal több mindent el lehet adni talán. Az és, biztos. És én egyedül nekem vele voltak bajaim. Tehát így ez a túl volt túl, ez a túl nagyon funkciótlan volt. Az első részben én jobban szeretem a nagy Grútot. Tehát az, ő egy ilyen fizikai megjelenése volt ennek az egész csapat dinamikának szerintem. Tehát ő rajta keresztül nagyon jól bemutatták, hogy hogyan illeszkedik össze ez a kis banda. És itt viszont már tényleg csak cuki faktor volt. Hát tulajdonképpen ez a család, tehát most itt a család dinamika van. El is hangzott, amúgy. El is hangzott a filmben a család, úgyhogy... De és itt viszont így nem csinálnak belőle akkora viccet, mint a Halálos Írva filmben, hogy azt mondják, hogy család és kész. Csak azért felsziszentem ennek ellenére. Hát, ja, de itt utána így megértetted így, vagy összeállt jobban a film, mert azért ez jobban van megírva, annál egy csöppet. Hát és igen, ez nagyon csöppet. Sok filmről elmondható. És amúgy, tehát szerintem tehát James Gunn-nak, tehát Zero-nak tanítania kéne, hogy hogyan kell karaktereket írni. Tehát így nagyon ritkán van az, hogy ennyire jól működik mindenki. És mit szóltok, hogy ennyi erős női karakter van? Tehát Nebulával, meg Mantisszel, meg a Gamorával. Hát a Mantis az nagyon aranyos volt. Tehát az így, az először csak azt hitte, hogy azért van ott, hogy ilyen értetlen legyen, és akkor így leszarjuk, de igazából nagyon jól, ő is nagyon jó hidat képezett így több karakter között. A Gamoráiknak pedig a testvér dinamikája, az pedig az meg azért kellett, hogy végre ne idegesítsenek. Tehát, hogy szerintem egy jó sztori volt. Igen, tehát, az egy érdekes történet Nebula, volt. Azzal az egyetlen monológgal ott olyan engem nagyon közel tudott hozni, tehát az nem tudom, az engem úgy megérintett, tehát ez egy annyira szörnyű történet volt, amit ott tudod, gyakorlatilag saját magának elmond. Nem tudom, abban volt mélység. Nem mondom, hogy a legkidolgozottabb karakter, mert nem, de egy közel sem. Illetve hát nekik az úgymond harc jelenetük ott azon a réten, az igen. Olyan csodálatosan nézett ki, hogy fú. Meg úgy általában, hogy a film akciójelenetei sokkal jobbak lettek, mint az előzőben. Tehát így szerintem James Gunn rájött, hogy nem tud közelharcot rendezni, úgyhogy nem volt a filmben egy se kb. és így eléggé hanyagolva voltak, ami tök jót tett neki. Tehát többi az, amit mondtál, az a szökés például, tehát igen, az is nagyon az látványos volt, igen, nagyon klassz. Inkább egy ilyen, hát nem is tudom, mihez lehetne ezt hasonlítani. Mondanám, hogy balett előadás, de végülis valahol az. Tehát egy az ilyen, ilyen nagyon látványos balett előadás, de iszonyú jó volt felvéve. Meg tényleg vannak a filmben ilyen nagyon jó ötletek, és jó is, hogy mondtad, hogy itt tényleg elszállt a, vagy hogy mondjam, kibont, tehát így szárnyra kapott a kreativitás az alkotókban. Mert én is azt éreztem, hogy ja igen, egy kicsit visszalőve nekem annó, talán még emlékeztek rá, ti is meg a hallgatók is, hogy én annyira nem voltam oda az első részért, aztán, de annyira nem is nagyon tudtam megfogalmazni, hogy miért, valószínűleg azért, mert többet vártam tőle, és aztán nem sokkal utána én újra néztem, és egy kicsit felértékelődött utána bennem az első, mondjuk eredeti nyelven néztem újra, lehet, hogy ez is közrejátszott. Na számít. És igen, hát a Grootot mindenképpen akartam eredetibe, és meg hát a Bradley Coopert is nyilván, és egy kicsit úgy valószínűleg azért is, mert akkor már tudtam, hogy mire számítsak, tehát akkor már nem voltak irreális elvárásaim a filmmel kapcsolatban, tudtam, hogy hol helyezzem el, már most az első részről beszélek, egy kicsit jobban tetszett. Nem mondom, hogy életem filmje, mert még mindig nem az, de kicsit jobban átjött ez az egész feeling, amit próbál átadni a film, és igazából ez a második is szerintem tök ugyanolyan, mint az első, tehát pont ugyanazt tudja, én nekem mégis egy kellemesebb élmény volt, mert ide is már úgy ültem be, hogy tudtam, hogy mit várjak. Úgyhogy még mielőtt itt azt hinné bárki, hogy én ezt most így istenítem az elsőhöz képest, nem, szerintem nagyjából ugyanolyan, csak ez kicsit jobb elvárásokkal, vagy jobban belőtt elvárásokkal néztem. Ami szerintem a problémája ennek a filmnek is, meg az első résznek is, hogy de főleg itt tűnt föl, hogy így tényleg nagyon vad ötletek vannak a filmben. Tehát gondolok itt arra, hogy így a Kurt Russell figuráját hova építik tovább. Azzal a nagyon durva science fictionbe illő ilyen, ha mondjuk ki hülyeséggel, de valahol, tehát ez egy olyan gondolat, amit nem gondolt, vagy olyan motiváció, olyan üzenet, vagy nem is jó ez, hogy üzenet, tehát olyan gondolatisága a filmnek, amit én nem gondoltam volna, hogy egy ilyen 200 milliós hollywoodi filmbe fogok látni. Hogy így ez tök jó, hogy van egy ilyen film, amiben bele lehet rakni ilyen hülyeségeket. Még akkor is, hogyha szerintem ez a film már bőven átesett aló túloldalára, főleg a végén ott az utolsó akció jelenetnél, ami az abszolút CGI orgia, tehát az már így abszolút nem tudott lekötni, amikor már a
az egyik rózsaszín CGI cucc üti veri a másik kék CGI cuccot, és ilyen minden fölrobban, mindenhol lézereket puffogtatnak, abszolút követhetetlen volt az már nekem, és nem tudtam vele mit kezdeni, de azon túl is vannak ilyen tök jó ötletek a filmben, amiket szerintem nem, tehát ha ez nem egy Marvel film lett volna, és nem egy Galaxis Őrzői 2, tehát nem lett volna meg az a háttér info, hogy vagy na, újra fogalmazom, mert úgy tűnik ez most nem megy, hogy ha nem lettek volna biztosak abban, hogy ez a film sikeres lesz, tök mindegy, hogy mit pakolnak bele, hogy mekkora baromságokkal töltik meg, akkor valószínűleg nem tudták volna ezt keresztülvinni. Tehát ezt a Kurt Russell-es bolygós dolgot, ezt nem hiszem, hogy egy semmiből ide rakott 200 milliós filmbe bele lehetett volna tenni. Mert ez egy kicsit már azért ilyen hardcore mindfuck, nem? Tehát kicsit a Doctor Strange-re emlékeztet, bár azt szerintem jobban kezelte ezeket a témákat, hogy most már így a Marvel kezd egy kicsit kísérletezni. És ez szerintem marha jó, mert nem csak én, nagyon sokan szokták ezt mondani, főleg mondjuk így például a Call of Duty kapcsán, hogy ott van a világ legtöbb pénzét hozó franchise-a, és nem nagyon kísérletezik. Jó, majd meglátjuk, hogy idén mit fognak összehozni, de most nem is a Call of Duty a téma, hanem hogy pontosan erről van szó ilyenkor, hogy itt van ez a Galaxis Őrzői, most már pontosan tudták, hogy sikeres lesz, mert az elsőnél még volt valamennyi rizikófaktor, itt azért már biztosan tudták, hogy ez sikeres lesz, és ezért belemertek rakni olyan dolgokat, amiket más esetben lehet, hogy nem. És ez tök jó. Én ennek nagyon örülök, hogy kezdenek egy kicsit kísérletezgetni próbálják kicsit feszegetni a műfajat, a határokat. De az a baj, hogy azzal, hogy ez egy Marvel franchise-on belül van, ez valahol korlátozza is. Tehát annak ellenére, hogy azért itt tényleg próbálkoztak ilyen kreatív dolgokat belerakni, ugyanaz a szerkezete, mint egy Marvel filmnek. Ugyanaz a fajta humor van benne. Ugyanazok a vizuális dolgok, jó, azok nem feltétlenül, mert azért ott egy kicsit tényleg elmentek más irányokba, de valahogy az egésznek a szerkezete, a felépítése, a humora, az, hogy nem lehet erőszakos, tehát ez a film mennyivel jobb lett volna, hogyha mondjuk R-besorolású, csak nyilván ezt az MCU-ban nem nagyon lehet. Tehát ez szerintem a baj ennek a filmnek, hogy ez a Galaxis Őrzői simán lehetne egy zseniális mestermű, simán lehetne egy ilyen Star Wars parafrázis, ami ugyanaz, mint a Star Wars, csak így abszolút kiforgatva saját magából, de ott van ez a Marvel békjó, ami miatt ez nem lehet az, csak szimplán egy ilyen nagyon érdekes, nagyon-nagyon szórakoztató, és tényleg tök vicces film, de nem tud túl nőni ezeken a kereteken, amiket a Marvel elé támaszt, és ezek nem annyira zavaróak egy vasembernél szerintem, de itt érzem azt, hogy ebből lehetne több is. Úgyhogy nekem ez az egyetlen problémám ezzel a Galaxis Őrzőivel. Ettől függetlenül egyébként mindenképp moziba nézős, tehát a látvány az tényleg bombasztikus, meg tényleg jó film, csak én emiatt nem tudom azt mondani rá, hogy egy ilyen érdekes, nagyon szórakoztató látványfilmnél több. Értem amúgy, hogy mi a bajod neked, tehát mert hogy te egy science fiction filmet akartál volna nézni. Ez egy ilyen űropera, tehát ahogy mondtad, ez egy Star Wars film, inkább mint egy Star Trek. De nem is feltétlen science fiction, hanem tehát ebben vannak olyan ötletmorzsák, tehát ez megpendít olyan dolgokat ez a film, amikből lehetett volna sokkal többet kihozni. Tehát, de azért, mert a film az máshova terelte a figyelmét, vagy az erőforrásait szerintem. És pont az állt neki ennyire jól, mert hogy itt te amit mondasz, szerintem te ebből ilyen filozófiai dolgokat vártál, nem? Nem, dehogy Isten. Tehát az egóra gondolok vonalra. Én is. Igen. Nem feltétlen a filozófiájára gondolok, hanem hogy tehát arra gondolok, hogy ezt az egészet próbálják így, tehát hogy ez az egész valahogy lehetne egy ilyen nagyon-nagyon kifordított, de most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mondjuk átmenne paródiába, vagy ilyesmi, vagy nagyon mély filozófiai dologba, hanem hogy az egész valahol próbál laza maradni, miközben valamiféle módon játszik a néző, meg, tehát hogy valóban kiforgatja mondjuk a műfaj kereteit. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy legyen egy érkezés, hanem hogy kicsit, tehát próbál játszani a szabályokkal, próbál plusz dolgokat belerakni, de annyira meg nem tudja ezt megtenni, hogy nagyon elüssön az átlag hollywoodi blockbusterektől.
Tehát én ebbe a próbálkozást látom, ami tök jó, én nagyon dicsérem, vagy nagyon elismerem a próbálkozást is, főleg az ilyen hollywoodi filmeknél, de mint film nem, tehát mint egy történet, ami el van mondva, egy film, aminek van szerkezete, aminek megvannak ugye a kötelező elemei, nem lép túl. Tehát jó, értem, hogy nyilván miért várom el, hogy túllépjen, amikor ez egy MCU film, de szerintem ez jobb lenne, hogyha nem MCU film lenne, hanem egy különálló dolog, csak az a baj, hogyha különálló dolog lenne, akkor valószínűleg nem is létezhetne, hiszen akkor nem nagyon adnának neki ilyen, hát nem adnak meg neki a lehetőséget, hiszen amikor megadják nagy ritkán egy ilyen filmnek a lehetőséget, akkor összejön belőle mondjuk egy olyan, mint a Ghost in the Shell, és bukik akkorát, mint az állat. Úgyhogy értem, hogy miért ilyen, csak akkor is azt látom, hogy lehetne jobb, de mondom, én ezt úgy mondom, hogy egyébként élveztem ezt a filmet, meg tök szórakoztató, meg vicces, csak kicsit azt érzem, hogy hát amit mondtam, most nem mondom el még egyszer, nem tudom, ez így mennyire volt érthető. Nagyjából úgy megvan a dolog, de hát lehet, hogy megint az elvárásokkal valószínű, voltál. Valószínű, egyébként megint, én nem tudom az elvárásokat belülnék Galaxy Győzőinél, de az is biztos, hogy... Igen, hogy ez ilyen, ez a vesző paripám egyébként, mert az első rész is ugyanez volt, de ezt tényleg jobban élveztem azért, meg annak ellenére, hogy ez így benne van, ez nem, most nem azt mondom, hogy ez elrontotta a filmet, csak a humor és a karakterek mellett én a többi dolgot azt ilyen kicsit visszavettebbnek éreztem, vagy hogy mondjam, azokban nem tündökölt annyira. Mondjuk, én a speciál nem éreztem, én inkább egyedül mondom, hogy a kezdéssel volt baj, meg... Igen, ja, ez meg a másik, igen. Hogy az nem tetszett meg a kicsi Groot, de igazából ez volt az, ami úgy tényleg hibának éreztem, de a többi az, hogy a filmnek volt egy szép íve szerintem amúgy. Tehát itt tényleg volt egy történetszál, amit végigvittek, kibontottak nagyon szépen, és utána megvolt a katarzis. Olyan gyönyörű volt a filmnek a vége szerintem, hogy talán Marvel filmben ilyen gyönyörű finálét még nem is láttam. Nekem már a végső csata is tetszett amúgy, tehát most itt én nem is arról beszélek most, hanem... Az, ami amikor... utána van. Az a monológ a David Hasselhoff-val. Fantasztikus. Az fantasztikus volt. Az elképesztő volt. Tehát én kétszer látom, hogy a filmet, tehát itt ez, kétszer elmentem rá, és mind a kétszer körbenéztem, és amint véget ért az a jelent, így látom, hogy az emberek az arcokhoz nyúlnak, de csak egy kézzel és mindig szemmagasságba. Tehát onnan lehetett tudni, hogy na ez célba hogy az nem ért. Egy facepalm volt. És az nem tenyérrel nyúltak oda. És az nagyon szép volt. És amúgy a filmek rohadtja a stáblistája is, nagyon jók a zenék ott, nagyon jó pofa poénok vannak ott, nagyon jók a stáblista utáni jelenetek, és hát tényleg a zene. Én nekem ennek a filmnek talán még jobban is tetszett a zenéje, mint az elsőnek. Pedig az első részből több zenét ismertem föl, talán ismertebb zenék voltak, mint itt, szerintem itt egyet se ismertem, de azóta így hallgatom őket, tényleg fenn vannak a telefonomon, hallgatom őket, és így tök jó érzés ezeket így újra hallgatni, mert így mindig visszahozza a filmek valamennyire az élményét. Ezek ilyen retro zenék. Igen, és nagyon kellemes amúgy, és én azért merem mondani ezt, hogy ezt még az is megnézheti, aki nem ugrál a Marvel filmekért, mert egy annyira kedves, annyira jó pofa, annyira magával ragadó, és annyira szerethető film. Mert nagyon könnyű amúgy. Tehát így, tényleg mindenki talál benne valami kis karaktert, valami kis történetet, valami jelentet, amivel így tud azonosulni. Amit úgy magáinak tud érezni. És nagyon sokkal könnyebben befogadható, mondjuk szerintem ez, mint egy Doctor Strange. Mert az már egy picit olyan elvontabb anyag szerintem. Nekem pont sokkal. Ezért tetszett jobban a Doctor Strange. Tehát jó, na, például a Doctor Strange volt egy ilyen, ami jobban tudott játszani. Tehát ott volt a végén a Dormammu jelenet, a I'm here for bargain. Tehát, na, az volt az, amiről beszélek. Te jó, hogy mondtad. Ott egy kicsit jobban éreztem azt, hogy kicsit játszik ugye a nézői elvárásokkal. Kicsit bátrabb, igen. Tehát a bátorságra való hajlamot azt látom, de annyira nem mertek messzire menni, mint a Doctor Strange-ben. Jó, most tényleg ettől függetlenül ez ugyanúgy fogyasztható, meg tényleg nagyon szórakoztató. Még a Stallone-t lehetne esetleg kiemelni, hogy van Stallone, úristen! Mekkora epik jelenet. Körülbelül így 2 percet szerepel benne, de az... Hát hármat, de azok szépek. Azok igen, szép azok jók. Meg van Ving Rhames is a filmben. Ja, Ving Rhames, igen. Itt mondjuk nem tudtam hova tenni, de örültem, hogy van.
De mondom, tehát így rengeteg visszakacsítás van. Van benne még egy kamera, amit viszont nem mondjunk el, mert mindegy, attól beszarnak az emberek szerintem. Ja, igen. De azért mondom, hogy én nekem először én azt mondtam, hogy az első rész ennél jobb. És akkor utána egy második nézésnél gondolkoztam azon, hogy na, majd talán akkor már egy picit jobban át fogom látni, és igazából másodszor egy picit unatkoztam a közepén. De csak annyi volt a változás az élményhez képest, ugyanúgy nagyon élveztem a filmet, ezért is szerintem egy szinten vannak talán. De abszolút. Itt... Mondjuk ez az én számból nem annyira nagy dicséret, de szerintem nagyjából ugyanazt tudják. Szóval tényleg, akinek tetszett az első rész, az ez, de annak ez is tetszeni fog. Ugyanaz a humor, ugyanazok a karakterek, ugyanaz a karakter dinamika, ugyanaz a kémia, a sztori se jobb vagy rosszabb, talán még egy kicsit érdekesebb is, de nem a sztori érdekes, inkább a mellékszereplőknek a háttér sztoriai érdekesek. Tehát mind a Yondunak, mind a Nebulának. Én nem tudom, az első részben a Drexnek a háttér sztoria az úgy ki volt bontva, mert... Hát tudtuk, hogy mi történt vele. Hát ugye, hogy megölte a... Mi volt annak a neve? Hú, de nem emlékszem arra a főgonoszra, pedig egy hete láttam azt az arcot. Thanos. Nem a Thanos volt, hanem a másik a... Uh-huh. Ja, aki az első részben volt a főgonosz? Igen. Dark Elf, vagy valami? Ja, nem várja, az a Thor 2-ben volt. Fúha. Igen. Na, így keveri az ember a Marvel. De ritka szégyenletesen ugyanak a filmnek a főgonosza, tehát ez a... Ronan! Na az ugye a Ronan ölte meg hogy nem jutott eszembe? A Thanosnak a parancsára, ugye megölte a családját, és akkor igazából ennyit tudtunk. Most meg ugye így elmesélték ezt a két tök jó történetet, ez az egyik, hogy ugye a földiek mennyire prűdek így a szexel kapcsolatban, és akkor így kész volt, teljesen. És... De hát na, tényleg, ahogy mondta a Black Sheep, a Drex itt a csúcs. A Drex az zseniális. Tehát... Mindannyian. Úgyhogy, na, tényleg, ne ragozzuk. Tényleg egy nagyon jó film, és tessék nézni. Ja, moziban nézős, mindenképp moziban. Uh-huh. Csak ne 3D-ben nézzétek, én muszáj voltam 3D-ben nézni, mert csak úgy volt normális előadása, és ne. Ha tehetitek, akkor 2D-ben nézzétek. Feliratosan. Ja. De arra sem volt lehetőségem. Nagyon szomorúan. Igen, egyébként az nem, itt nálunk nincs felirat nagyjából semmiből soha. Úgyhogy sajnos ez van. Annál emlékszem, hogy az egyetlen, amiből így külön volt feliratos, meg szinkronos, az a Rogue One volt. Az viszont nem érdekelt annyira felirattal, úgyhogy ott úgy voltam vele, hogy a szinkronnal is megelégszem. De úgy majd a Star Wars 8 az majd hátra. De már 7-ből volt? Nem. Hát de mivel a Rogue One-ból volt így... Uh-huh. Mit gondolod, hogy most már talán szerencsét lesz? Lehet, hogy a 7-ből is volt. Basszus, nem tudom. Az már nagyon régen volt. Nagyon régen. Nagyon, az már úristen. Olyan régen láttunk már számozott Star Wars filmet, ja. Hogy beszarunk. Kéne már egy új. Ja. Hát olyan régóta nincs. Nem igaz, jó. Hogy nem kezdenek semmit a Star Wars-szal. Oké. Na, hát ez volt a Galaxis Őrzői Volume 2 kibeszélő. Izgatottam már. Nem a legösszeszedettebb kibeszélő volt szerintem, de mindegy. Az élmény megvolt. Nagyon felspanoltatok, úgyhogy mindenképp meghozta a kedvemet ehhez a remek filmhez. Remélem, mire vége az embargónak lesz még negyedik rész is addigra, és akkor egyre ledarálhatom. Na, a következő film az a Desierto, az Ördögóz országútja. Ez egy mexikói film, ha minden igaz. Igen, pontosan. Ezt a Black Sheep látta, én is meg akartam nézni, de nem igazán jött össze, mert elég hülye időpontokban adták meg ritkán, úgyhogy Black Sheep megérte megnézni, vagy jó jártam végsősorban, mert a kritika az elég vegyes volt, tehát ez is úgy elvette a kedvemet. Úgyhogy meséljél. Hát, annyira ritkán nem vetíthették nálatok, mint nálunk, mert nálunk konkrétan sehogy se vetítették. Pedig ezzel a filmmel én szemezek már a Vox óta, ami megjelent az előző Vox, az áprilisi Voxban volt erről egy kritika, és nagyon érdekesnek tűnt. És én már ott kinéztem magamnak, hogy én úgy voltam vele, hogy én úgy megnéztem volna moziba a Hell or High Water-t például, és ez már a látvány miatt. Tehát ez egy hasonló film, ez már a képek alapján is átjött, és úgy voltam vele, hogy basszus, ha azt nem sikerült, akkor ezt meg fogom nézni moziban, mert ez a látvány, ez Mexikóban játszódik, ez a film, ott a sivatag közepén, és azért az piszak látványos tud lenni.
és aztán nem vetítették ezt a filmet, úgyhogy így alternatív megoldásokhoz folyamodtam, sajnos. De a film egyébként nem rossz, ez egy csapat mexikói bevándorlóról szól, akik... Migráns, mondd ki, migráns. Migránsokról, akiknek lerobban a kocsija, és ezért gyalog kénytelenek átjutni a határon. Azonban észreveszi őket egy határőr, egy amerikai, a Hell or High Waterből szökött amerikai rednek határ, de nem határőr, inkább ilyen orvvadászszerűség, aki elkezdi lelövöldözni őket, és üldözni őket. És ennyi a sztori. Az első, hát van egy jelenet a filmben, amikor így a szereplő gárdát így megfelezik, illetve a felét is megfelezik, és akkor akik így túlélik azt a jelenetet, azok próbálnak valahogy elmenekülni ettől a vadásztól, aki folyamatosan üldözi őket, és van neki egy kutyája is, aki ugye hát szintén komoly problémákat okoz a migránsoknak. Igazából ez egy akciófilm, viszont egy olyan akciófilm, ami a slasher filmeknek a szabályait követi. Tehát ez tulajdonképpen egy slasher film, ami csak a horror elemek nélkül. Van egy csapat menekülő ember, akiket üldöz a vadász, ugye, aki hát folyamatosan előnyben van hozzájuk képes, van neki egy kutyája, teszi el őket lábalól, és hát egyre kilátástalanabb a helyzet. Egy eléggé egyszerű és kétdimenziós film, kétdimenziós karakterekkel, viszont egy eléggé feszült és nagyon, nagyon szórakoztató film. Amit így ki lehet belőle emelni, az egyrészt a táj, ami nagyon, nagyon sokat hozzáad, tehát amit így gondoltam, hogy ez moziba látványos lehet, az valószínűleg így is van, mert hát szinte végig ott a sziklák között menekülnek, ugye, vagy ott vannak az elején a nagy, óriási, kietlen prérin, és tényleg nagyon látványos a film, ez az egyik dolog, a másik pedig hát Jeffrey Dean Morgan, aki ugye az amerikai vadászt játsza, hát fantasztikusan jó a csávó. Őt honnan lehet ismerni? Hozzban olvastam egy nagyon találó, hát például van egy baseball ütője. Többek között, és nagyon jó dolgot olvastam a Vox-ban a karakteréről, hogy tulajdonképpen simán elmenne a Walking Dead-es négön zombi apokalipszis előtti énjének, tehát ez a zombik előtti négön, és abszolút-e, tehát tökéletesen, ez abszolút a négönt hozza a csávó, csak mondjuk így gyanakodnék is, hogy áthallás van, ha nem tudnám, hogy amúgy a film 2015-ös, tehát valószínűleg nincs áthallás, csak szimplán a... Lehet, emiatt castingolták be? Az is lehet, vagy csak szimplán a Jeffrey Dean Morgan ugyanazt érezte a két figurán, és úgy gondolta, hogy ugyanúgy kell játszania, és nagyon jól gondolta, mert nagyon karizmatikus, és teljes mértékben uralja a filmet. A másik oldalon pedig ott van Gael García Bernal, aki egy nagyon tehetséges spanyol színész. Én annyira nem kedvelem, mert nekem mindig kicsit visszafogottnak tűnik, vagy nem tudom, annyira nem vagyok oda érte, és itt se hozottan erős. Gyakorlatilag egy ilyen aggódó félőfejet vág a film majdnem teljes játékideje alatt. Aztán a végén csinál valamit, ami meglepődtem, és nagyon emberivé tette a figurát, és onnantól fogva igazából egy kicsit jobban együtt tudtam érezni vele, mert egyébként abszolút kétdimenziós tényleg mindenki, ahogy mondtam. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon primitív film, ami tényleg ennyiről szól, hogy üldözi őket ez a vadász, és ők próbálnak valahogy túlélni. De szórakoztató. Meglepően szórakoztató, kellően véres, rövid, nem tart, tehát nincs másfél óra. Látványos, izgalmas, egy apró kis gyöngyszem, ami nem reformálja meg se az akciófilm műfajt, se a slasher műfajt. Van egy minimális ilyen szoció üzenete, így ezzel a primitív amerikai. Tehát ami a Hell or High Waterből sokaknak átjött ez a Trump-érás üzenet ezekről a texasi rednekekről, az minimálisan itt is megvan, de nincs előtérbe tolva, ez tényleg egy ilyen teljesen agyatlan akciófilm, de annak igazából egyszer elmegy. Szerintem érdemes megnézni. Aki szereti az ilyen kicsit ilyen ingyencebbnek számító ilyen slasher filmeket, akkor az szerintem élvezni fogja. És itt is a Jeffrey Dean Morgan mindig így behajolt, és damn, look at that! Nem volt ilyen harsány bunkó azért szerint ebben a filmben, inkább itt ilyen megszállott izéből. Igen, nem? Egy inkább ilyen megszállottabb, igen, tehát abszolút jó hozza azt a Hell or High Waterből szökött csávot. Tényleg fantasztikusan jó,
Úgyhogy ha a Hell or High Waternek lesz folytatása, akkor én őt szeretném látni benne. Mindenképpen. Tényleg ő az, aki így meg fog maradni benne, meg ahogy így a kutyájával például beszél, azok is ilyen nagyon, nagyon jó jelenetek, meg amikor ahogy vadászik rájuk, tényleg mint az állatokra, szóval így abszolút állatoknak tekinti ezeket az embereket, és ez így azért valahol eléggé sokkoló és ijesztő. Tehát van egy minimális, ebből a szempontból egy minimális ilyen szociális mélysége a filmnek, de tényleg nem erre fogsz emlékezni belőle, hanem igazából arra, hogy egy ilyen másfél óráig, nem egész másfél óráig tök jól el voltál rajta. Mm-hmm. Úgyhogy nem tudom, hogy moziba el lehet erre még jutni valahol, nálunk biztosan nem, de ha lehet, akkor én tudom javasolni a mozit, de itthon nézve is működik, úgyhogy egy érdekes kis gyöngyszem. Na, akkor megpróbálom még bepótolni, mert hogy érdekel, nem kell tőle sokat várni. Van, aki azt írta, hogy dögunalom az egész, meg ilyenek, úgyhogy kicsit így. Alapvetően tényleg annyit látsz, hogy a sziklákon mászkálnak, és akkor néha vagy a Jeffrey Dean Morgan lelő egyet, vagy a kutya megöli az egyiket. De ott van, tehát valahogy a Jeffrey Dean Morgan annyira beragyogja az egészet, hogy nekem miatta nem volt unalmas. Tehát a figurája, tehát annyira jó hozzá ezt az embert, olyan karizmája van, hogy amikor csak annyit látsz, hogy a szereplők menekülnek tőle, érzed, hogy itt nem egy ilyen tucat slasher főgonosz elől menekülnek, hanem hogy egy valóban, tehát fenyegetőnek érződik a csávó, és nekem ez az, ami megadta azt a kis pluszt, ami miatt én nem unatkoztam rajta. Ha ez valakinek így nincs meg, akkor lehet, hogy unatkozni fog. Ja. Uh-huh. Jó. De tényleg nem az év filmje, vagy ilyesmi, szóval én sem azt mondom, de engem abszolút lekötött. Cool. Na, a következő film az én leszek. Én tévében felvettem a Geronimo hadművelet című filmet, amiről utólag derült ki, hogy ez még csak nem is mozifilm, hanem gyakorlatilag egy tévéfilm, ami kicsit meglepett, mert így nem mondtam volna meg igazából, mert jól néz ki. Látszik, hogy nincs óriás büdzséje, de ahhoz képest teljesen korrekt. Tudjátok-e, mi az a Geronimo hadművelet? Hát így valami IMDb oldal alapján kitalálta. Valami indiános cucc, ez a Winnetou-nak valami spin-offja lesz. Igen, ez a Winnetou spin-offja. Itt azt látni, hogy hogyan ismerkedett meg Old Shatterhand-del elsősorban. De ez már benne volt a Winnetou-ban amúgy. Igen, ez ilyen spin-off prequel. Fú, de rohadt öregek vagytok amúgy. Ezt kérdém Csengő magnak. Jó. Jó, nem. Geronimo hadművelet. Ez volt az a hadművelet, ami az Osama Bin Laden féle rajtaütésnek ez volt így a kód neve. És engem baromira érdekel ez a téma, mert szerintem egy mérföldkő abból a szempontból, hogy volt egy ilyen ilyen démon, ilyen emberi démon, úgymond, így Hitler óta szerintem nem volt egy ilyen kikiáltott közellenség, akit Hitler ellentétben meg is találtak, és rajta üthettek rajta. Igen, ez egy jó mondat volt. És baromira érdekel az egész, mert maga a körülmény, hogy hogyan találták meg maga a rajtaütés, hogy ott milyen nehézségek voltak, ott le is zuhant az egyik helikopter, meg ilyenek, meg a titokban egy idegen országban, anélkül, hogy szóltak volna annak az országnak, tehát ez baromira filmre illő, és hát nem is véletlen, hogy meg is filmesítették ez előtt, vagy igazából ezzel a filmmel párhuzamosan volt a Zero Dark Thirty, amit tudom, hogy Gergő nem igazán kedvelt, én annál inkább. Black Sheep, nem tudom, hogy állsz ahhoz a filmhez. Én bírtam azt a filmet nagyon. Jó, király, akkor 2-1 le van szavazva a Gergő véleménye. Úgyhogy mindegy, mert úgyis öregek vagyunk. Igen. Ilyen old people movie, az nekem nem tetszik. És hát itt van ez a film, ami gyakorlatilag hasonló a sztori, mint a Zero Dark Thirty, csak itt nem elsősorban nyomozásom volt a hangsúly, hanem inkább azon a SEAL egységen, ami végül ezt a rajtaütést levezényelte. És kicsit egyszerűbb, kicsit kozmetikázottabb,
hozzáadtak ilyen drámaibb elemeket, igazából maga a sztorihoz sokat nem tett hozzá, de hát valahogy ki kellett színezni, de végső soron úgy, ahogy követte az igazi rajtaütést. Még Kulagép is benne volt. Kulagép is benne van, így van, az amerikai Pitéből. Van benne pár még ismertebb fazon, volt egy kisebb szökés osztálytalálkozó, a William Fichtner benne van még, aki a szökésben a Mehón volt, meg hát sok minden, én nagyon bírom azt a színészt, meg a Robert Knepper. Knepper, igen, a szökésből a T-Bag, akit szintén tökre bírok, ő annak a szírecségnek a parancsnoka volt, és meglepően jó volt egyébként, meg hát az egyik szíltag exhibit rapper, aki egyébként szintén nem volt olyan gáz, tehát én azt hittem, ez ilyen hagyták zenélni, vagy nem? Nem, azt nem, de a röhögése ugyanolyan volt, mint a Pimp My Ride-ban, úgyhogy úgyhogy igazából egy kicsit limonádébb film az Irodák Föltihez képest, de meglepően korrekt volt igazából, tehát ahhoz képest, hogy tényleg egy tévéfilm, és itt most olvasom, hogy National Geographic Channel-en volt a premierje, ami kicsit ijesztő, így érdekes. Így olvasva. Ahhoz képest szerintem tök korrekt, úgyhogy akit érdekel ez a történet, az szerintem nyugodtan nézze meg, mert kicsit kap egy másfajta betekintést, de ismétlem, kicsit popcornosabb azért, tehát itt míg az Irodák Föltiben sokkal visszafogottabban mutatták be ezt a rajtaütést, itt lehet látni, hogy a Bin Laden így nem tudom én, fegyverkezik meg ilyenek, de úgy, hogy nem, tehát ne úgy, mint az America's Ten Most Wanted nevű kultikus játékban. Tehát itt az arcát például nem látni, csak így azt lehet látni, hogy így fel kell az ágyból, meg ilyenek, és... Na várjál, akkor azt állítod, igen? Hogy a leghitelesebb dolgot az ökölpárbajt Osama Bin Ladennel, ami nyilvánvalóan megtörtént a valóságban is, az akkor ebben nincs benne? Sajnos nincs, lehet, hogy a rendezőiben benne van. Az sajnos nincs. Én is hiányoltam, mondjuk egy exhibit Osama Bin Laden a bunyót, azt mindenképpen. Vagy egy repárbajt akkor már. Igen, vagy egy ahogy hallottam, mintha az is történt volna a valóságban. A múltkor olvastam. Benne volt a Zero Dark Thirty-ben is. Igen. Rendezői változatban. Azért igen, mondom, igen. Hogy azért az hitelesebb film. Igen, a lokálban, mintha olvastam volna. Úgyhogy, jó. Úgyhogy én igazából nem bántam meg. 1 óra 40 perc, nem is egy túl hosszú darab. Egynek teljesen jó volt. Tévés film mércével mindenképp. Akit még tényleg érdekel ez a téma, ismétlem, Zero Dark Thirty ennél sokkal jobb film, illetve meg is jelent egy könyv, az egyik szíltag, aki ott volt a rajtaütésnél, ő írt egy könyvet, az is egy remek könyv. Azt hiszem, csináltam is róla egy videót egyszer. YouTube-on megtaláljátok. Úgyhogy ez volt a Geronimo hadművelet. Megyünk sötétebb vizekre. Menjünk sötétebb vizekre. Osama Bin Ladent is sötétben vadázták le. És hány árnyalata volt a hullájának? Ajaj. Ajaj. Na már sejtik szerint, hogy mi fog következni. Na elérkezett ez a pillanat, amit az első film után nem hitte volna, hogy még elérkezik, hogy a sötét, vagy mi volt ez? Szürke árnyalata. Hát olyan remek fogadtatása, amilyen volt a Filmbarátokban, meg úgy kb. Mindenhol, hogy második rész is előkerül a podcastben, de hát srácok, bíztam bennetek, és hát természetesen ezt megnéztétek. Mindent a hallgatókért. Csalódást okoztunk, Freddy, mi? Igen. Hát még mi magunknak mekkora csalódást okoztunk. Mennyi mindent csinálhattunk volna ebben a 1 óra 58 perc? Például megnézhettétek volna a Geronimo hadműveletet Exhibit-tel. Hát jobban jártunk volna, mint ezzel a fossal egyébként. Várja, mert én ráadásul az R-rated verziót néztem meg, tehát a bővítettet. Várja, mindjárt megnézem, hogy ez mennyire volt hosszú. Akkor nálad nem három teljesen lájtos misszionárius pózos szexjelenet volt, hanem 6 volt benne amúgy. 6 misszionárius pózos szexjelenet? Úristen, legyezem magam. Olyan perverz, úristen!
2 óra 11 perces volt ez a szó. És Bimbit is lehetett látni, Gergő? Nem tudom. Hát az nem azt mondta, hogy erről nem beszélhetek. Már az eredeti verzió is nagyon durva volt, mert kétszer volt benne Bimbi, tehát a te verziódban biztos volt már legalább háromszor. Nem mondhatod, hogy de mi, tényleg nem volt benne ilyen? Mi? Nem tudom. Hát mi, kétszer volt benne, azt hiszem, várjál, vagy háromszor? Lehet, hogy három, úristen már. Annyira füllett volt a film, és annyira elvesztettem az eszemet közben a sok hormontól, hogy nem emlékszem semmire. Bárcsak így lenne egyébként. Nem így van. Mert igen, sötét 50 árnyalata, nem hiszem, hogy így, vagy kell vezetni ezt az első részre. Ne, én mindenképp, én tudni akarom, hogy mi lett abból. Én annyit tudok az első film, amit meséltetek, hogy én nem... Ne mondjátok, hogy én nem szeretkezem, én baszom. Így van, baszom. Ah, így van. Durván! Ez az. Aztán utána az egész film alatt szeretkezik, tehát így, na mindegy. Jó. Igen, tehát az első Sündi rész... kérdezi, hogy biztos, hogy nem fáj. Majd, hogy nem. Ha nem fáj, szólj. Tehát, hol lehet ezt kezdeni? Szóval az első rész az egy iszonyú szar film volt, egy érdekes alapötletnek az iszonyú módon elcseszett filmre vitele, ahogy a könyv egy érdekes alapötlet iszonyú módon könyvre vitele volt. Tehát igazából ebből a szempontból egy jó adaptációnak tekinthető. És hát itt van a második rész, ugye az első rész azzal ért véget, hogy szakítanak. Igen, nagyon drámai volt, mert a csaj, ugye Anastasia, a csodálatos... hogy hívják a csajt? Dakota Johnson. Dakota Johnson, köszönöm. Az előbb még a fejemben volt itt két filmmel korábban. A Bimbie. Dakota Johnson megformálásával, aki egyébként az első részben még nem volt olyan szar, mint itt. Tehát szerintem ott ő még érdekes, meg tök jól hozta ezt a... Szerintem ott még próbálkozott, hogy elhitte, hogy ez egyszer jó lesz. Lehet. Valami. Sőt, valószínű, mert most már abszolút feladott minden reményt. Szóval szakított Christian Grey-jel, aki a csodálatos, fantasztikus, hihetetlenül jó Jamie Dornan megformálásában, aki, hát az egész film arról szólt, hogy ő azt akarja, hogy fenekelje el Jamie Dornan, és akkor a végén elfenekeli, és ez nem tetszik neki, és ezért szakít vele. Tehát egy teljesen korrekt sztori. Abszolút komplex amúgy szerint a konfliktus rendszere. Persze, hát ez egy mindennapos dolog. De mi a csávó akarta, hogy a nő elfenekelje? Nem, a csaj folyamatosan rá volt gerjedve, hogy fenekelje el, csak elfenekelt, és jaj, ez fáj, nem akarom, és szakítottam. Tehát körülbelül hát, ezzel most összefoglaltam neked az első részt. Hát azt hittem, hogy szerződést írtak, nem? Írtak szerződést is, tehát ott meg, tehát ez meg ilyen kis... Ja, hogy ez apró betűs volt, vagy mi? Vagy... Nem, úgy volt, hogy a csaj az így mondta neki, hogy na most legyél a legdurvább velem, amennyire csak tudsz. Igen, tényleg így volt. Igen. És akkor rásózott egy párat a fenekére, tehát amúgy viccel kivitelt, bármelyikünk nagyobbat tudna annál ütni. Tehát nem is volt úgy megcsinálva, hogy bármelyik, és akkor a csaj ezen felszívta magát, és hazament. Lehet, hogy fájt a feneke, és akkor ennyi igazából. Nem gondolt erre. Bepantent kapott rá, és tök fasza volt utána. De folytasd, Black Sheep. tehát a film, a második rész, amit nem is értem, hogy bírtunk idáig, hogy nem tudtuk, hogy mi a történet folytatása, azzal kezdődik, hogy Anastasia éppen nem kedveli Christiant, de aztán egyszer találkozik Christiannel egy galériában, egy kiállításon, egy képkiállításon, meglátja Christiant, és rájön, hogy ő mégis szereti Christiant. De várjál, mit csinált a Christian? Várjál, tehát beszéljük már ezt. Ja rá. Igen, a Christian megvásárolta az ő összes képét. Az volt, hogy mert... a csajról volt ott egy fotókiállítás, és akkor így volt 6 fénykép erről a csajról is, erről a csaj nem tudott, ezt a haverja csinálta, és kiállította ezeket a képeket a csajról, és akkor így a lány kezdve egy tökre kiakadt, hogy úristen, minek kell ezt így mutogatni, és akkor utána így kapja a telefont a tulaj, vagy nem tudom, a művész, aki csinálta a fotókat, hogy valaki megvette mind a 6 fényképet. Úristen, ki lehetett az, és besétál Christian. Nem para egyáltalán. És miért vette meg? Mert nem akarja, hogy más is lássa Anastasiát. Baszd meg. Na. Szóval és akkor Facebookról is letöröltette. Persze. Hát ő uralkodni akar rajta. És akkor összejönnek Christian Grey-jel, de a Christian Grey megfogadja a csajnak, hogy megváltozik, és nem várja el tőle, hogy az ő perverz vágyait, ami a misszionárius posztban való szeretkezés egyébként a film szerint, vagy a film alapján, de mindegy, tehát az ő
elmondott perverz vágyait nem akarja kiélni az anasztézsán, mert neki az anasztézsa iránti szerelme fontosabb és erősebb, mint ez a vágya az ilyen perverzkedések, meg BDSM, meg mit tudom én iránt, és ezért összejönnek, és megpróbálnak normális kapcsolatban lenni. Aztán egyszer összevesznek, és szakítanak. Akkor azon vesznek össze, azt hiszem, hogy a Christian nem tudott rögtön másnapra megszabadulni teljes mértékben az őt évekig kínzó, és az őt évekig meghatározó beidegződésein, ezért Anastasia összeveszik vele, és akkor nem beszélgetnek. Aztán megint találkoznak, és megint összejönnek, és aztán, ez körülbelül a 20. perc egyébként, ahol most tartunk, aztán a 25. percben megint összevesznek valamin, és megint aztán megint összejönnek, és körülbelül a film ebből áll, hogy Anastasia és Christian 10 percenként változtatják a kapcsolatuk állapotát. Aztán szexelnek. Ja, igen, és ja, persze, és a minden kibékülés szexeléssel jár, ami úgy néz ki, hogy tényleg ez van. Én tudom, hogy már nem tudom hányszor mondtam, de tényleg ez van, misszionárius pózba szexelnek. Ennyi. Ez a 18-as karika. Úgyhogy egy csávó fel van öltözve amúgy. És tehát a csaj is. Tehát a nadrágot éppen, hogy levesz, és akkor... Igen. Ja, hogy a slitzén keresztül. Csak. Igen, hát, igen. És... annyit látsz, tehát így ennyi. És a csajon két, azt hiszem egy vagy két szexjelenetben is rajta marad a melltartó. 18 plusz, srácok, 18 plusz! Tehát nem tudom, érzitek, de én már érzem, ahogy fülled itt a levegő. Na várjál, mert az enyémbe levetkőzött szerintem mindegyiknél. Takarodj így... már, úristen, akkor te nagyon durván rá. Get out of here! Azt hiszem mindegyikbe levetkőzött. És nem volt jobb amúgy a film, csak úgy mondom. Tehát a... Mert tovább nagyon, kellett nézni. Nagyon... Nagyon-nagyon rossz ez a film. Tehát az elsőben én azért azt gondolom, hogy voltak értékelhető dolgok. Az jól volt felvéve, szép volt. Igen, pontosan. Nagyon jól volt felvéve, és szerintem ott a Dakota Johnson alakítása az jó volt. A Jamie Dormané, megmondom őszintén, az egyik legrosszabb alakítás, amit életemben láttam, így bárhol, bármikor, az első részben a Jamie Dorman. Hihetetlen volt. És voltak, tehát az alapötlet is szerintem érdekes ezzel a perverzióval, meg hogy ez egy embert mennyire tud meghatározni, meg hogy ezt mennyire lehet elfogadni, hogy működhet egy ilyen kapcsolat. Ezek érdekes dolgok, amikből a film az égvilágon semmit nem hozott ki. Mert nem ért hozzá. Tehát ez így ennyi. Nem. Fogalma sincs róla. Tehát tényleg van egy jelent a filmben, amikor egy a csaj azt mondja a csávó, hogy na most nagyon durván meg foglak baszni. Az agyiból áll, hogy ráhasaltatja a biliárdasztalra, és picit megküldi hátulra, de ennyi. Tehát ez a... Ez nekem nem rémlik, ez csak a rendezőibe volt, vagy ebbe az A-ratedbe vagy. Ezt most... Gergő oda képzelted, hogy történjen valami. Nem. És semmi nem volt benne, hogy bármit, meg se érintette nagyon a csajt amúgy. És azért így Nem vagyok egy szakértő, de nem az a durva baszás, amikor nem érinted meg a lányt közben. Tehát így nem, az nem. Igen, egyébként ez a filmnek az egyik legnagyobb olyan, hogy én olvastam az első részkönyvben egyébként annó. Oh, God! Komolyan, nagyon rossz God. Egyébként, tehát gyakorlatilag olvashatatlan szemét. Konkrétan egy pornóregény. De az a baj vele, hogy tehát a könyv, a filmmel szemben az egyetlen erénye a könyvnek, hogy ott a szexjelenetek tényleg durvák. Tehát, hogy ott tényleg le vannak írva úgy a szexjelenetek, hogy az arról elhiszed, hogy ez egy 18 pluszos könyv. De milyen ilyen dupla öklözés van? Meg igen, tehát ott elég részletesen le vannak írva, és vannak benne azért, jó, ott sem mennek nem el. Túl érzéki. Nem túl érzéki, főleg úgy, hogy a csajnak a szemszögéből vannak ezek mindig leírva, és a csajnak, az egész könyv a csajnak a szemszögéből van leírva, és ez egyébként a könyvnek a legnagyobb hibája, hogy ilyen nagyon viccesnek gondolták, hogy ilyen narráció, meg ilyen önmagával való beszélgetések, de ilyen borzasztó kínos az egész, és a szexjelenetek leírása is ilyen. Nagyon-nagyon gáz, de legalább tényleg valamennyire nevezhető hardcore-nak. Illetve a könyvvel szerintem az a legnagyobb baj, hogy egyébként pornó csak többnek akar tűnni, mint egy pornó. Tehát a könyv az úgy adja elő magát, mintha ilyen borzasztó nagy dráma lenne, holott ez tényleg csak egy pornó. Tehát ha csak pornó lenne, nem lenne vele semmi baj. De tényleg nagyon szar. A második részt már nem olvastam el könyvben. És a második résszel a fő probléma az, hogy szerintem itt is van egy, nem csak hogy egy szintén egy nagyon érdekes, de szerintem egy sokkal érdekesebb kérdés, vagy mondani való ebben a filmben, mégpedig az, hogy ott van ez az ember, aki tényleg évekig
ebben a kötözős, szadomazó szexben élte ki magát. Ebben az uralkodói szerepben volt. És ő ettől izgul fel. Tehát ez az, ami őt kielégíti. Nem, ő szadista. Nem azért, mert uralkodik, hanem azért, mert bánt embereket amúgy. Tehát ez a filmnek a nagy csavarja, hogy ő nem is a domina ezekben, hanem ő csak azt élvezi, hogy megverheti a nőket, akik hasonlítanak az anyjára. Surprise, motherfucker! Na mindegy, én arra gondoltam, hogy ez az ember azt mondja az annak a nőnek, akit szeret papíron, mert ez egyáltalán nem jön át a filmből, hogy ő tényleg szereti, de mondjuk, hogy higgyük el, legyünk jófejek, és most 10 perc elejéig higgyük el, hogy ők tényleg szeretik egymást, vagy legalábbis, hogy a Christian tényleg beleszeretett ebbe az Anasztézsába. Akkor ő azt mondja neki, hogy hajlandó lemondani erről, ami őt úgymond mozgatja és működteti, csak azért, hogy a nővel legyen, hogy ne taszítsa el magától. És a nő erre igent mond, viszont egy idő után rádöbben arra, hogy ahhoz, hogy tényleg az övé legyen ez a férfi, ahhoz neki engednie kell azt, hogy a férfi vele is kiélhesse ezeket a dolgait, hiszen különben ezt elfojtja magában, és ez ugye meg fogja mérgezni a kapcsolatukat. Szerintem ez egy olyan téma, amit nem sokan dolgoztak még ki, és szerintem ez egy érdekes dolog. Tehát ez egy olyan dolog, ami tehát így nagyon kifordított verziója annak, ami nagyjából minden kapcsolatra kivetíthető, hogy ahhoz, hogy a másikkal boldogan együtt tudj élni, ahhoz engedned kell bizonyos szintig, hogy csinálja a hülyeségeit. És kompromisszumok. Kompromisszumokat kell kötnöd, és ez szerintem egy fontos üzenet, ez érdekes dolog lenne, viszont ez a film az égvilágon semmit nem kezd vele, csak ezt így felvázolja a 10. percben, amikor összejön az Anasztézsa meg a Christian, és utána ezt látod, hogy az egyik pillanatban összevesznek, mert az Anasztézsának nem tetszik, hogy a Christian nem tudott azonnal megváltozni, aztán összejönnek, mert azért a Christian mégiscsak jó pasi, aztán összevesznek, mert a Christian elviszi őt az anyjához, meg az előző dominájához, vagy mit tudom én miéhez, és megint összevesznek, és megint összejönnek, és megint összevesznek, és megint összejönnek, és közte meg folyamatosan vagy szomorkodnak azon, hogy összevesztek, vagy egymással enyelegnek. De úgy, hogy ez a két színész egyszerűen kémiai úton taszítja egymást. Tehát mint a mágnes megegyező oldala. Semmilyen vonzalom nincs köztük. Az arcukra van írva, hogy nem csak egymást rühellik, hanem ezt az egészet. Tehát, hogy így a pokolba kívánják az egész filmet, és leszarnak mindent, borzasztó mind a kettő. Egyébként a Jamie Dornan szerintem egy fokkal szórakoztató, mint az első részben. Nem tudom én őt, hogy valamennyire élveztem nézni, ahogy így magasról beleszarik az egészbe. És semmi nem működik. Tehát nem tudja, még annyit se tud elhitetni ez a film, hogy ez a két ember vonzódik egymáshoz. Én nem hittem el, hogy a Christian Grey lát valamit ebben a teljesen felszínes, üres, semmilyen csajban, aki ráadásul ezzel a fufruval borzasztóan néz ki. Úgyhogy de semmit nem hittem el ennek a filmnek, és ráadásul, mint film, aminek elvileg kéne, hogy legyen egy konfliktusa, vagy valamiféle íve, nincs. Semmi nincs, semmi. Négy konfliktus helyzet van a filmben, ott van az Anasztézsa főnöke, aki ugye egy ponton rányomul, meg megpróbál erőszakoskodni vele, aztán őt kirúgják. Aztán megjelenik az a csaj, aki mint valami nagyon ócska szellemhorrorban így teljesen random helyeken megjelenik a háttérben, és ott így riogat, nem tudom, az a teljesen ideillő dolog. Megjelenik az a csaj, és így néha-néha előkerül, hogy ő a Christiannek valami korábbi ilyen kiszolgáltatottja volt. Egyszer Christian találkozik vele, és elküldi a halálba. És ennyi. Oda de várjál, az a jelet is megér amúgy egy misét. Megjelenik a csajnak a lakásán ez a lány. Tehát itt az Anasztézsának a lakásán ez a lány megjelenik, egy pisztollyal. És ráfogja az Anára, és így, végre megölik ez az! De király! És aztán utána meg így nem, belép a Christian, és így lehet, hogy Jedi amúgy a csaj, vagy abszolút a térge hercegnőm, és letért el. És elveszi tőle a pisztolyt, és ennyi. És tudod ki? A Kilgrave Jessica Jonesból. Na, az mondjuk egy tök hiteles izé lenne párhuzam, csak éppen az egy jó karakter. Igen. Az egy szórakoztató karakter. De így, tényleg így benyögi neki a térdre, és térdre, és ennyi. Tehát ez a... És elkezdte ott fogni a fejt, és mondom, na, ez lehet, hogy egy kicsit beteg lesz, vagy lehet, hogy kicsit durva dolgot fogom látni, és nem. Hogy? Hát nem!
És komolyan ez meg, tehát az a legszörnyűbb ebben a filmben, hogy a szexről szól, rengeteg szex jelenet van benne, ezek szerint még több, mint amennyit a moziban láthatnak az emberek. Igen, úgy tűnik. De alig várom, hogy lássam az R-rated-et. De annyi erotika nincsen benne, bazd meg, mint egy naptárnyomtatásba. És nem a kiszeltűncis naptárokra gondolok, hanem ezekre a fehér rácsos naptárokra, amiket hajtogatsz, és van egy sablon, amivel bele tudod őket tenni. Borzalmas, és az előzőben még úgy, én úgy emlékszem, hogy ott úgy azért valamennyire, hogy kreatív volt a képi világ, itt az meg semmi nincsen. Annyi van, hogy felvéreltek egy csomó tehetséges faszalakberendezőt, és összeraktak egy csomó olyan lakást, amire hogy azt mondja, hogy na, ebbe laknék, meg ez, na, hogyha, 10 milliós fizetésem lenne. Hogyha egy szadista milliárdos lennél, te is leköltöznél. Tök király lenne, hogyha mit mondott, hogy 24 ezer dollárt keres negyed óránként a csávó, én is annyit keresnék, tök simán élnék ilyen helyen, még azt a szadomazó szobát is meghagynám, maximum nem megyek be oda, de legalább van pénzem rá, az is elmondhatom magamról. És hát ez a szegény lány, tehát ez az Anastasia, ez annyira borzasztóan buta, nagyon, Tehát így találkozik a csávó, és tényleg azért hagyta ott, mert hogy megverte, tényleg nem esett jól neki, és tényleg szörnyű élmény lehet az ilyen. Egy tapasztalatlan buta lánynak egy ilyen kapcsolatba belemenni már először. Borzasztó lehet. És utána tényleg találkoznak itt ezen a képkiállításon, és utána egyből össze is jönnek. És ez a lány nincs tisztában vele, hogy mibe megy bele szerintem. De megnyugtatják, mert kap egy ajándékcsomagot, egy szeretett csomagot, amiben van egy kocsikulcs, egy MacBook és egy iPhone. És így egy... Innentől oké a dolog. Ja, tök jó, tökre belefér, tök király. Ennyi a havidíja, kész. És a másik pedig, hát a kedvencem az a film vége volt. A helikopter. Igen, a helikopter. Az zseniális volt. 14 óra volt a filmben, vagy az enyémből 20 perc, azt hiszem. És elmegy a Christian valami üzleti útra. De tök random jön amúgy az üzleti út, nem is volt semmi felépítve ebbe. Csak mondja, hogy jó, oké, én megyek. Oké, megy, ő vezeti a helikoptert, és lezuhannak a hegyekbe egy kollégájával, és akkor az Anna ezt a tévéből tudja meg, és akkor izzadnak, meg malmoznak, meg tényleg már tövig rágják, csonkig rágják az ujjukat, hogy úristen, mi a fasz van a Christiannel. És nem látunk belőle semmit, csak az, hogy ez van a helikopter. Aztán egyszer csak így betoppan az ajtón a Christian, és kész. És mondja, hogy mi aztán hiányoztam? Vagy mire vártok itt? És így, atya úristen, mi ez valami Benny Hill sketch? És tényleg így mondjuk levezették volna azt, hogy tényleg az Anna mit érez ebből, hogy mi van, hogyha mi lesz vele nélkül a férfi nélkül, hogy tényleg szereti, vagy kiderült volna, hogy tényleg szereti, mert nem nagyon derül ki, hogy mit szeretnek egymásban még mindig, mert amúgy a csaj meg így tökre tiltakozott ugye eddig ez ellen az erőszakos közösülések ellen, vagy mindegy, hogy része az erőszak ennek a dolognak, és egyszer csak így elkezd érdekelni, és nem tudjuk, hogy miért nem mondja el, hogy ő például miért szeretné ezt átélni. Tehát így ennek tök jó ilyen pszichológiai háttere lehetne ennek. Hogy ezt körüljárjuk, hogy na, egy ember mit érez ilyenkor, amikor egy ilyen élményben van része. De semmi. Tehát ez, mint hogyha egy tinédzser lány írta volna, aki feltépett a Red Tube-nak a nagyon tiltott szekciójára. Úristen, ilyen habzó szájat Gergőnyi utoljára a nem is tudom, New Kids-nél. De azért, mert ez a film szerintem felháborító. Tehát abszolút. Az, hogy, és nem tudom elképzelni, bazd meg, ezt nők nézik. Hát, vagy mind, nem is arról van szó. De borzasztó a filmnek a kritikai, amikor, meg nézői visszhangja egyébként. De mégis mennyien nézik. És még ez a durva, hogy az elsőnél még megértettem azt a nagy sikert. De itt már tudtuk, hogy mit kapunk. Tudtuk, pontosan tudtuk. Hát az előzetes alapján leszűrhető volt, hogy ez ugyanaz a borzalmas fasság lesz. És ami még nagyon durva, hogy van egy jelenet, amikor, tehát ez az egész BDSM dolog, tehát hogy akkor, tehát én még abban is benne lennék, hogy oké, akkor legyen pornó, érted? Tehát, hogy akkor, ha már ez a rohadt 18 plusz rajta van, akkor reklámozzák a kötözős dolgokat, meg ezt a szadomazót. De akkor legyen az, tehát még az is jobb lenne, mint ez a nyálas baromság. Ja, tudod, okay. Mennyi szadomazó van a filmben? Hát semmi. A legutolsó jelenet, amikor hátraköti a lánynak a karjait. És egy... Na de aztán 2 perc múlva már ki, tehát kétszer rácsap a hátsójára, és aztán kikötözi, és meg tudja misszionárius. van egy jelenet, hogy ő azt a lábbilincset akarja használni. Erre azt mondja Christian, nem, az már nagyon durva. Na, és én amúgy arra azt hittem, hogy ez egy ilyen póráz vagy valami, és én is azt hittem. Ez az. És mit csinál? Ráköti a két lábára, ki,
támasztja vele a két lábát a csajnak, és nem fogjátok kitalálni, megdugja misszionáriusba. Szóval, hogy basszus, te akkor legalább tényleg vagy ilyen durva. Lefelé fellógatta volna vele, vagy igen, valami. Tehát az első rész is rossz volt ebből a szempontból, de csak volt ott egy ilyen kötözős jelenet, ami legalább látványilag, hangulatilag meg volt csinálva. Az is lájtos volt még ahhoz képest, ami szerintem egy durva szadomazó lehet, de ez... Várjál, előtte biztos házasodtak, mert előtte nem lehet szex. Nem, utána volt lánykérés. Igen, ez a film nagy volt. Fú, ez durva azért. Ja, és az is annyira érzékű volt. Nem volt az amúgy egyáltalán. Tehát ez a... De, és annyira szörnyű amúgy, hogy ez annyira visszamaradott ez a film, hogy... Hát semmi, egy csomó vállalása van, amikből nem csak, hogy nem teljesíti, a közelében nincs annak, ami a teljesítéséhez kéne. Tehát ezeket csak bedobja ezeket a dolgokat, hogy mit mondjuk az alkonyat, akármelyik alkonyat részben az egyik szereplő 15 percenként megszólalna, hogy szadomazó. Az ugyanez lenne? Tehát körülbelül ugyanezt kapnád. És ennyi egy kis túlzásra, de tényleg borzasztó az egész, és basszus, ebből lesz még egy. Az milyen szar lesz, komolyan? De és akkor itt már volt cliffhanger amúgy, beszartok, tehát itt kettő ilyen konfliktust is nyitva hagytak a film végére. Jaj, az volt a legjobb. De hát az is ez a... Tényleg, Freddy, képzelj el egy jeletet, ahol egy csávót kikosoroznak a film közepén, és a végén szerinted milyen beállításba fogják megmutatni, hogy ő veszélyes lesz? Valószínűleg úgy, hogy áll az ablak előtt, háttal van a kamerának, a kamera közelít, és utána pont amielőtt a kamera ott lenne közvetlen előtte, akkor megfordul, és így belenéz mérgesen a kamerába, és ott lesz vége. Na hát a hátulra indulós az tök jó volt, meg a tükör is víztükör előtt volt kb., de amúgy tökre eltaláltad. Tehát így ez annyira fantáziátlan az egész, és annyira kevés, és annyira primitív, és ez a barlangrajzok szintjén megragadt pszichológia kb., ami itt van. Amit itt ebben a filmben látunk, és kurva unalmas az egész, pedig így tényleg így annyi mindent lehetett volna ebbe csinálni szerintem. Tehát tényleg, amit így Black Sheep is levezetett, de ez a vásári kólistalány hozzáállás, ez egyszerűen hazavágja az egészet. És nem. Én biztos vagyok benne, hogy erre ráállítanak egy értelmes embert, egy olyan embert, akinek mondjuk van fantáziája, aki és mondjuk nem ül a nyakán ez a szerencsétlen, aki írta ezt a regényt, mert hát nyilván, hogy így ez az ő vágyálma, és ezt viszik filmre, és az ő férje írta a forgatókönyvet. Jézus. Hát könyörgöm, tehát így, az a csávó milyen elnyomásban lesz szerinted. Aki ezt De ráadásul még hazudik is, tehát most visszatérve nem tudok leakadni erről a szadomozó témáról. Tehát most még hazudik is, mert most ezek szerint akkor tényleg vannak nők, akik szerint ez szexi, de ők azt gondolják, hogy a szadomozó az ebből áll. Hogy lábbilincs, és akkor misszionális. De komolyan, tehát a film szerint ebből így néz ki. És... Tehát jó, mondjuk annyit megadok, a második rész könyvben nem olvastam, de mondjuk a könyv egy kicsit jobban talán megmutatja ezt. Tehát ott nem csak misszionáriusba dugnak. Ja, lehet van benne más is. Van olyan érzésem, hogy Black Sheep nagyon nem szereti ezt a posztot. Én nagyon szeretem ezt a posztot, és nem tudom, hogy miért beszélünk most erről. Pont ezért volt ilyen mérgező ez a film, hogy így ábrázolják. És amúgy, tehát ez a... Én abszolút nem értem ezt, hogy... Freddy, én minden pont szeretek. De Freddy, az mindannyian ideg összeomlás kapunk szerinted. Te így ennyire festolni benne filmet rég tudtatok, mint ennél. Meg akarod nézni? Hát te ne viccelj. Hát, ez kb. Olyan, mint a Resident Evil, amit a Black Sheep pár részsel ezelőtt. Jaj, hát az, így... na szerintem annál egy fokkal nézhető, de mondjuk a Bye Bye Man ennél jobb. Tehát körülbelül ide tudnám belőni ezt. Ennél jobb a Bye Bye Man? Ennél szerintem jobb, én többet röhögtem azon. Meg szexibb is, tehát... Gyerekek, nem. Ez szörnyű. Tehát ez így a film, ez a modern filmkészítésnek így a legalacsonyabb szintje. Tehát ez körülbelül az alkonyatnak a még primitívebb, tehát ez szerint, jó, én csak az első két alkonyatot láttam, de ez azoknál sokkal primitívebb, tehát ez tényleg annak egy ilyen nagyon durva nyúlványa, ami már tényleg a leg
elbaszottabb. Ez rosszabb, mert a Steamiknek szól, ez elvileg felnőtteknek szól. Tehát nekik már így érteniük kéne, hogy itt miről, mitől ennyire szar ez a film. És... Na, akkor egy kérdés. Black Sheep, ezt néznéd előbb, vagy a Mordekelt? Hello? Ezt elvesztettük. Gondolkodtam, jó, nem olyan könnyű. Ezt nézném előbb. A Mordekájnál jobb egy fokkal. Mondjuk még amúgy valami jót, itt ebbe is jó amúgy a zene. Nekem ebbe is tetszett amúgy a zene. Itt is egészen normális számokat írtak hozzá, licenszeltek hozzá, tehát azt úgy, azt még ugye megadom neki. Azért nem lett egy pontos amúgy a film, azért lett kettő pontos a film nálam. Már lehet, hogy a Mordekáj egyébként. Akkor Gergő, ezt vagy a New Kids-et? Halló? Hát amúgy ezt. Szerintem ezt, no, mert... Nem is olyan rossz ez a film, mit akartok? Hát figyelj, hát, hogyha most... Most mit, hogyha a között választhaték, hogy arcon fosnak, vagy arcon szarnak. Tehát mindegy, mert a vége úgyis misszionári. Igen. Jó, hát Istenem. Tehát... Nem irigylem azokat, akik ezt BKV hallgatják. Ja, mert fülhallgató nélkül. Azt most ebből a kibeszélőből egy új intrót tudnék összehozni. A misszionárius hashtag. Ja, ez egy misszionárius est. Úristen, hogy megyünk ebből tovább a következő film? Következő adás. Abban a filmben az élőlények, amiről lesz szól, komolyabb szexuális kultúrával rendelkeznek, mint ez a film. Hú. Na, annak legalább van értelme. Honnan tudod, nem is láttad? Hát azért gondolom, hogy egy kipusztuló fajról van szó, akkor úgy legalább, hogy azok misszionáriusban csinálják, akkor az azért van, hogy fajfent tartsanak. Ezek a puszta poénért csinálják. Ez sokkal rosszabb. Na, hú. Kicsit az arcom fáj. Igen, nagyon szarfint, azért szeretjük egy kicsit. Igen. Minden adásban kéne egy ilyet. Black Sheep, itt körbenézek az IMDb profilodon ezt a az Alien, mi ez? Alien Anarchy, nem? Alien más. Armageddon? Hát ott Alien van a videóban a blogon. Ott van a videóban a blogon, de beszélgethetünk. Ja, volna. Igen? Na, persze, jó. Nem olvatnék le az agyunk teljesen. Egy ilyen 10 perces őrjöngés, Buy Black Sheep, körülbelül ez a videó, de én saját felelősségre ajánlom, csak egy kicsit kiborultam, de semmi gond. Annál jobb film a Sötét 50 árnyalata, annál még a Kaptárhat is jobb volt, de még a Mordekáj is, tehát az tényleg nagyon... Mordekáj mindig eszembe jut. Az a baj, hogy nekem is. Az annyira mélyen nyomot hagyott bennem az a szar. Az autós üldözésnél a másik szélvédőjére. Van egy jelenet, amikor lehányja a Paul Bettany a szélvédőt, és akkor azzal siklik ki a kocsi, mert nem látnak. Szétcsapják a hányást az ablaktörlővel, de akkor már késő, már benne vannak az árokba. Hát még mindig szexibb, mint a Sötét 50 árnyalat. Tehát legalább nem misszionárius aznak, érted? Most iszom egyet. Én is ezt éreztem amúgy a Sötét 50 árnyalat után. Egy kis ciánt akartam utána, tök jó lett volna. Na jó, következő film a Virunga című dokumentumfilm, ami 2014-es film. És Oscarra jelölték legjobb dokumentum. Jó, most már nekem se vicces, amúgy. Nem, tényleg nem az. Azt nem kikaptam a mikrofont egy kicsit. Oké, hallgatunk amúgy, Freddy. Az a baj, hogy ilyen tök komoly témáról szól ez a film, és egy ilyen film kibeszélő után. Rossz volt a sorrend, te állítottad össze. Ez tény. Egyébként ez még engem érdekel is, az a vicc. Jó, próbálom összeszedni magam. Na, szóval 2014-es film, ami... Gergő, nyújtod magad. Oké. Okay. 2014-es film Virunga címmel, ami a következő évben Oscar jelölést kapott, legjobb dokumentumfilm témakörben, és ott figyeltem fel rá, mert annak kapcsán megnéztem az előzetesét, és barom jó előzetese van.
és hát szeretem a dokumentumfilmeket, úgyhogy mindenképp meg akartam nézni, de rohadtul nem volt egyszerű ezt megtekinteni, úgyhogy most végre valahára sikerült. Ez a kongói Virunga nevű természetvédelmi parkról szól, hogy milyen nehézségek vannak ott. Egyrészt az orvadászok ellen konstans küzdelem van, tehát ennek a parknak vannak őrei, akik teljes odaadással védik a parkot, meg az állatokat, de ilyen brutálul felfegyverkezve, tehát ugyanúgy karazsnyikovokkal, vagy a rakétavetőkkel járőröznek, tehát ilyen parköröknél ez... Ez kicsit ilyen Far Cry-os. Igen. Még a legutolsó falubeli is, hát annak is, még a seggéből is fegyverlók. Hát a Maci Lacinál nem láttunk ilyet, az tény, de ezek rászorultak arra, mert megalapozott volt ez a felfegyverkezés, mert itt folyamatosan tűzharcok vannak, meg ilyenek. Tehát az orvadászok azok megjelennek, és látni is az állatok, vagy látni is a filmen, hogy például egy elefánt tetem, hogy konkrétan így láncfűrésszel levágták a fejét, meg ilyenek, meg teljesen meg volt merevedve, én elég szörnyű láttam, hogy még a farkát is levágták szerencsétlennek. Úgyhogy nagyon beteg emberek ezek. És azt hinne az ember, hogy akkor ez az orvadászok elleni küzdelemről szól, de nem, mert Kongóban van ez a park, egy óriási területről van szó, amit ahhoz képest nem annyira védenek, mint amennyi kéne, hogy legyen, de hát egy ilyen instabil országban csoda, hogy erre van kapacitás. Kongóban állandóan belső konfliktusok vannak, ahogy lenni szokott Afrikában, mindig ilyen lázadó törzsek, meg ilyen államcsíny, meg puccsok, meg stb. És ott is állandóan ilyen polgárháborúszerűség volt kialakulóban. És ezzel párhuzamosan egy brit olajtársasága, egy Soco nevű, számomra ismeretlen társaság olajat feltételez a parkon belüli tó alatt. És hát ahogy lenni szokott, azok megpróbálják azt a területet megszerezni ilyen kutatásokra, meg olajnyerés céljából ilyen nagyon sunyi módszerekkel. Tehát ott a filmben szerepel egy francia független újságírónő, aki rejtett kamerával ezekkel a szokós emberekkel lép kapcsolatba. És a parkból az egyik őr is ugyanúgy rejtett kamerával ilyen fekete, hát a militáns szervezetnek a szóvivőjével, meg ilyen politikusokat is találkozik, mert azok így megpróbálják beszervezni ezt a parkört, hogy segítsen nekik, de hát ő rejtett felvételeket készített, hogy legyen bizonyíték, és hát fontosan megy a korrupció, próbálják ellehetetleníteni a park vezetőt, és hát ezt láthatjuk, hogy hogyan próbálkoznak ez ellen küzdeni. Közben láthatunk a park életébe betekintést, egy gondozó, ilyen gorilla részlegnél dolgozik, ahol ilyen árvaház mondhatni, hogy orvadászok megölik a szülőket, a gorilla szülőket, és gyerekeket el akarják adni, és hát ezeket szerzik meg, és ide rakják ebbe az árvaházszerűségbe, és próbálják őket úgy nevelni, hogy vissza tudják engedni őket a természetbe. Nem egy egyszerű film, nagyon lehangoló. Tehát meg az a fajta film, ahol így megutálod az emberiséget, de ugyanakkor olyan, visz... Igen? Black, mi is volt az a delfines Blackfish-szerű? Tehát én azután az ereimet fel akartam venni. Az annyira durva volt. Hasonló. A Blackfish-ben mondjuk az volt a különbség, hogy ott nem nagyon voltak pozitív karakterek, ott a régi gondozók azok, igen, igen. Azok úgymond ők voltak a pozitív karakterek, de érdemben már nem tudtak mit csinálni. Ebben a filmben legalább az ott van, hogy tényleg látjuk a park dolgozóit, meg a parknak az igazgatója egy belga
fickó, kb. Az egyetlen fehér ember ott az egész igazgatóságban, akinek a belga király családban is van, hát úgymond annak a leszármazottja, úgyhogy amiatt egy kicsit előnyösebb helyzetet is ki tud néha a Park szempontjából csikarni. És hát ő is egy nagyon szimpatikus fazon. Tehát tényleg a Park gondozói azok nagyon erős, pozitív karakterek. Főleg az a gorilla gondozó, az egy nagyon rendes fickó. Az állatoknál is van egy drámai rész, az is nagyon megható. Úgyhogy tényleg egy nagyon, nagyon érdekes betekintés ebbe a Park életbe. Van egy nagyon feszült rész, amikor ezek a lázadó sereg, ez úgymond elindul, hát fontosan területet szerez, és veri vissza a kormány erőket, és konkrétan ott a Park területén is áthaladnak. És ezek a szerencsétlen parkőrök, ezek így nem tudják, hogy mit csináljanak. Tehát most vegyék fel a harcot ezek ellen, a kormányerő is ott dekol a Park területén a tankokkal, tehát lehetőleg szarabb helyzetben vannak a parkőrök, meg az állatok, és ahogy ezek ott állnak lesben, meg ilyenek, itt nagyon átjött az a hangulat, tehát tényleg így, mint néző is, így baromira át tudtam élni, az emberek ott menekülnek, és ott híre járja, hogy jön az M23 nevű lázadó csoport, és mindenki fut fedezékbe, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas részek is vannak benne, de lehangoló is. Amit sajnáltam ebben a filmben, kicsit mint a Blackfishben, meg volt egy azt hiszem The Square című dokumentumfilm az egyiptomi hát forradalomról, úgymond, amit zajlott. Ja, igen, emlékszem, azt láttam. Arról is beszéltem annó. Na, ott is azt hiányoltam, hogy úgymond nem volt lezárva a történet. Uh-huh. Csak hát ez mindig egy nehéz dolog, hogy most a történetnek sok esetben sosincs vége. Tehát akkor vagy azt csinálják, hogy soha nem jelenik meg ez a film, vagy egyszerűen valamikor meg kell húzni a határt. Itt azt csinálták, hogy amikor vége a filmnek, akkor ilyen kiírásokkal még összegezték, hogy a film készítése után és a megjelenés közben mik történtek még. Hát ott is voltak durva dolgok. Itt utána olvastam is Wikipédián, hogy mi újság a Virunga Parkkal azóta. Úgyhogy én mindenképp ajánlom, egy nagyon, nagyon jó film. Virunga. Netflix dokumentáció egyébként. Igen, azt láttam itt, hogy Netflixen is nézted, mert gyorsan itt utána keresgéltem, hogy nem nagyon beszerezhető, vagy... Nem, én német tévé leadta, úgyhogy nekem... Ja, hát úgy könnyű. Igen, én mindig, alig van már ott nézni való, de ott az a jó, hogy előkerülnek ilyen filmek. Aha. Tehát például idén volt egy olyan Oscar jelölt dokumentumfilm az I Am Not Your Negro, azt is leadta már a német közszolgálati, úgyhogy nem tudom, hogy csinálják, de dokumentumfilmek terén mindig nagyon gyorsak. Valószínűleg nincs olyan piac. Igen, azért lehet, gyorsan kifutnak ezek, és akkor mennek a rendeltetési helyükre. Nagyon. Mert azért a dokumentumfilm úgyhogy... csak tévés műfaj, tehát az vannak moziba is, ami tök jó, de azért az tévés műfaj. Igen. Tehát ritkán láttam olyan dokumentumfilmet, amire azt mondtam volna, hogy ezt tényleg moziban jó lett volna látni, de igen. De ez mondjuk nem veszel az érdeméből. Az nem, abszolút. Nem is kérdés. Jó, úgyhogy Virunga, én ajánlom. Egy nagyon értékes film. Gergő, megnézed-e? Igen, persze. Jó, oké. Na most már lehet röhögni? Jó, most az erkélyre lenyugodni, amúgy egy picit úgy kicsit szervöztem, és akkor most már jól vagyok amúgy. Király. Na, el is érkeztünk a Nép akaratához, ami a Menderley ház asszonya, vagy Rebecca ilyen címen is fut, így talán jobban ismert. Miközben beszéltetek a sötét 50 árnyalatáról, kicsit azért visszaköszönt itt a női karakter szerintem. Mint ami ebben a filmben van. Ja, a buta női karakter? Igen, a bedől mindennek címszó alatt azért csinált furcsa dolgokat.
ahogy mondtam, ez egy 1940-es fekete-fehér Alfred Hitchcock film. Szerintem a kevésbé ismert, erre így rá döbbentünk legutóbb. Hát ez ellenére volt az első hollywoodi filmje amúgy neki. Igen, és annak ellenére kevésbé ismert, hogy egyébként ez egy Best Picture igen. nyertes, úgyhogy itt nem akármilyen filmről van szó. Én nem láttam még a Chaplin-es Diktátort, de megnéztem, hogy többek között az elől nyerte el a díjat, amivel így láthatatlanul se tudok nagyon egyetérteni, de tehát azért a Diktátor jobban fönnmaradt így az örökké valóságnak, hát azt mind tudjuk, hogy az Oscar már régen is követett el nagy hibákat, és szerintem ez is az volt egyébként, de már nagyon előre szaladtam. Igen, hát mondjuk nem láttuk a többit javarészt, én végignézegettem a jelölteket, és a Diktátoron kívül nem ismertem egyet sem. De, ja, jó, szóval, ahogy mondtam, szerintem egy viszonylag kevésbé ismert film, ahhoz képest IMDb-n a top 250-ben benne van, az elég előkelő helyen, azt hiszem 140-valahány körül volt. Miről szól ez a film? Hát nem tudom, hogy lehet legjobban elmesélni. Van egy ilyen hát gazdag playboy csávó, aki hát úgy a köré csavar egy igen befolyásolható nőcikét, akinek az a főállása, hogy egy gazdag nőnek úgymond a barátnője. Tehát ez is kiment divatból ez a szakma. Kebel barátnőnek nevezték a filmben. Tehát az volt gyakorlatilag a munkája, hogy egy gazdag nőnek a társasága legyen, úgyhogy nem feltétlenül volt oda azért a nőért. És amikor szabad ideje volt, az a nő az lebetegedett, és akkor sok szabad ideje lett ennek a fiatal nőnek, és akkor találkozott ezzel a gazdag emberrel, akinek most nem találom meg a nevét. Lord Maxim de Winter. Mi a de Winter, tényleg? The pedig Winter. The Winter is coming. Igen. Akit Laurence Olivier alakított. És hát ott a fickó egyébként, nem tudom, a csajozást azt nem nagyon tudta jól, legalábbis szerintem borzasztóan csinálta, de a nőnél valamilyen utomódon mégis sikerült. Tehát úgy kell elképzelni, hogy szerintem ilyen, lehet, hogy ez a magyar szinkronnak volt egyébként a velejárója. Nem tudom, a Gergő, te angolul nézted. Igen. Tehát nem tudom, a magyarban a fickónak szerintem nagyon rossz hangja volt, tehát végig ilyen monotonul beszélt. Abszolút, hát felolvasta érzelem, a szöveget, úgyhogy érzelemmentesen, és ilyen tök szarként kezelte ezt a nőt, tehát hozza ide nekem, meg izé, és... Az eredetiben volt egy pici sárm amúgy a hangjába, tehát aha. Tudod, ez a tipikus 40-es évekbeli Humphrey Bogart féle karakter, aki így ilyen nagyon lazán tudta nyomni, akinek így... Nem elfújta a szél szerű? Igen, olyasmi jellegű. Na, volt amúgy, ennek is a megjelenése. Magyar szinkronban romattul, nem? Tehát is szörnyű volt az a hang. Tehát ilyen... Tehát, mint hogyha a főnöke lett volna, aki naponta 25-ször ad ki valamit parancsba, anélkül, hogy érdekelni, hogy az a nő hogy érzi magát. Tehát emiatt volt nekem kicsit furcsa, hogy ez a nő ez annyira oda volt ezért a férfiért, mert mint hogyha ilyen baromi nagy kisugárzása lett volna, de így... Mr. Szürke volt ő is. Mr. Winter. De egyébként tehát nem volt se hangsúlyozása, különböző hangszíneket se ismerte, még a tempót se. Tehát így abszolút monotonul, mint hogyha felolvasta volna. Mint valami amatőr szinkron lett volna. Ami furcsa, mert a nőnek jó szinkronja volt. Tehát igen. Mindenki másnak jó szinkronja volt, csak ennek a csávónak. Nem? Igen, mint hogyha a buszmegállókban, meg vasútállomásokon azt elmondják, hogy melyik járunk. Igen. Az az előre felvett, meg összevágott szöveg. Na, az volt az a csávó. Egyébként én elkezdtem szinkronnal, aztán Freddy írt mindkettőnknek egy e-mailt, hogy hát nehogy szinkronnal nézzük, mert valami ordinár, és így elkezdtem bele, de akkor én már így éreztem, hogy itt valami nem stimmel, és így basszus, tényleg a csávó hangja az borzalmas, akkor 20 percet néztem belőle. Utána folytattam angolul, de egy idő után úgy éreztem, hogy nem, ez a szinkron, ez kell. Tehát ez szörnyű ez a szinkron, de valahol nem bírtam élni nélküle. Nem tudom, annyira vonzott ez az ember, ahogy így
akármi, tehát hogyha ott rájuk szakad egy meteor, ő akkor is ezzel a nyugodt hanggal, semmi probléma. Majd jönnek a tűzoltók és megmentenek minket. Addig nyugodjunk és üljünk le itt. Tehát így abszolút hihetetlen volt, órákig bírtam volna hallgatni, de tehát az biztos, hogy... Igen, de az biztos, hogy az egyik legrosszabb szinkron volt, amit életemben hallottam. Hát meg is megnéztem, Gábor Miklós nevű színművész, Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Rutkai Éva Kossuth díjas, Jászai Mari díjas. Jó, biztos. Biztos nagyon tehát, lehetséges. Biztos tök jó, de erre lehet, a szerepre... Lehet, hogy sietni kellett ezzel, vagy nem tudom. Nem tudom, nagyon fura volt. Lehet, hogy a szinkron rendezőnek ez volt az utasítása, hogy ilyen hidegnek tűnjön. Nem tudjuk, mi a háttere, de nagyon fura vagy csak volt. Nem ívott kávét aznap. Mert én akkor szoktam így beszélni. Már tényleg, szóval irritáló, tehát feltűnő volt. Tehát nem az volt, hogy oké, semmi extra, hanem tényleg negatívan feltűnő volt. De jó, tehát akkor a szinkron. És akkor az történik a filmben, hogy ez a Lord Maxim de Winter, ez elveszi ezt a nőt, és Rebekát, aki, hát, hogy mondjam, egy teljesen új világba csöppen, elviszi a hatalmas birtokára, Manderley házba, tehát valami gigászi épület volt ez, és egy fontos tényezőről derül aztán ki, hogy hát igazából a film elején kiderül, hogy ez a gazdag csávó, ez egy özvegy, mert a felesége az hát furcsa körülmények között, de meghalt, és mindenki azt hitte, hogy az ember ezt siratja, és mindig nem tud boldog lenni, meg stb. És akkor hát elveszi ezt a nőt, és onnantól kezdve ez a nő, ez nem tud úgy lenni abban az óriási házban, hogy ne akarja mindig mindenki az előző feleségéhez hasonlítgatni. Tehát ilyen óriási űr keletkezett úgymond a házban, és mindenki azt akarja, hogy ez a nő ez ne is próbálja meg ezt az űrt, hogy mond, pótolni, mert nem tudja, mert se nem olyan okos, se nem olyan szép, egész egyszerűen egy ilyen elfuserált nő, kicsit olyan kelekótja is, tehát nem igazán találja ott a helyét, a felszolgálók, meg ezek nem túl kedvesek vele, és aztán hát elkezdenek ilyen furcsa dolgok történni ebben a házban, tehát ott kiderül, hogy lehet, hogy azzal a feleséggel nem minden úgy volt, ahogy mindenki mondja. Ja. Mindez 2 óra 20 percben kb. Ami, nem 2 óra 10 perc, ami, hát nem tudom, ti is ültetek vele, de legalább egy 3-4 órával szerintem hosszabb volt a kelleténél. Szerintem másfél órával. Tehát az a film első 90 perc, szerintem az tragédia. Tehát az olyan borzasztóan unalmas, hogy már így le akartam vágni az összes lábamat. És mondom, ezt a sötét 50 árnyalat előtt néztem közvetlenül, csak hogy tudjátok, hogy mihez viszonyítani, hogy utána milyen élmény volt az a film. Hát annyira nem volt szerintem. Hát nem, durva, nem. De nagyon lassú volt. Tehát hát indokolatlanul lassú. Borzasztó. És annyira kiszínezték olyan dolgokkal, amire nem volt szükség, hogy tényleg, hogyha ezt összevágják 90 percre, akkor sokkal jobban működött volna szerintem. De úgyhogy az utolsó 40 perc az érintetlen maradjon. Mert a filmnek a vége az kurva jó. Tehát így vagy nekem legalábbis a film utolsó harmada, az viszont ilyen felrakétázott ilyen 9/10-es magasság volt. Annyira izgi volt, meg így annyira érdekes volt látni, hogy így változik a dolog, és akkor így mindenre fény derül. Imádtam annak minden percét viszont. Igen, tehát abban egyetértek, hogy a film utolsó harmada kb. Az messze a legjobb rész az egészből, de nekem úgy kicsit egy ilyen rendes pluszpoén hiányzott az egészből. Hát volt. Volt. Szerintem erős volt. De nem volt olyan, amit én vártam volna egy ilyen felvezető után. Hát én azt hittem, hogyha már tényleg ennyire ráérősek, akkor itt valami nagyon komplex dolog lesz ott a végén, de nem. Úgyhogy a vége az tényleg nem volt rossz. Láttátok a szédülést Hitchcocktól? Nem. Tehát én is egyszer nagyon régen, de... Én is annak a fináléját hiányoltam innen. Tehát annak egy olyan brutális fordulat van a végén, hogy csak így pislogsz, hogy te jószag úristen, ki az, aki ilyet kitalál. Nagyon. És ez is hasonlóan építkezett ez a film. És a vége meg egy ilyen... Tessék, itt van, nem rossz, csak minek. Tehát, én is ezt gondolom, hogy
hogy ahhoz képest, hogy itt mennyire ráérősen, és mennyire, tehát nekem úgy tűnt, hogy nagyon alaposan bemutatják ezt. Nekem például, tehát nekem onnantól kezdett el működni a film, hogy a csaj úgy kezdett beilleszkedni ott a Manderli kúriában, és ott elkezdődött tényleg ez a, ahogy hasonlítgatták az előző Manderli asszonyhoz, és ahogy a férje is olyan furán viselkedett, tehát amikor felvette azt a ruhát, meg mindent. Igen. És egyre érdekesebb és érdekesebb lett a dolog, de tényleg annyira lassú volt, hogy ez nekem is nagyon fárasztó volt, de a vége az meg egy ilyen hirtelen poén, ami nem volt rossz, csak nem az egész filmet fette le szerintem, hanem inkább csak az utolsó harmadot. Igen. Tehát ott lehetett volna valami hasonlót, mint a szédülésben, ami volt, ami konkrétan az egész filmet újraértelmezed utána. És igen, tehát az biztos, hogy ez még nem az a Hitchcock, aki mondjuk 10-15 évvel később kezdett el ilyen hátsó ablak, meg pszichó, meg itt tudom én, gyilkosság telefonhívásra, tehát közelében nincs annak a Hitchcocknak még. Igen. Hát a Lifeboat csak ezután jött, ha jól emlékszem az IMDb-n, hogy hiszem ezutáni filmje volt a Lifeboat, amit az első ilyen igazi Hitchcocki filmnek mondanak. Uh-huh. Igen, meg úgy annyira nem is voltak nagyon jó beállítások, tehát ott a fénnyel nem egyszer tök jó játszottak. Hát látszottam úgy, hogy Hitchcock annyira tud rendezni, mint kb. Senki más se azóta szerintem. Tehát azt amúgy egy élmény volt nézni. Ez egyes jelenetek hogyan voltak megkomponálva. Igen, tehát a fekete-fehérből egyébként mindig is igyekezett kihozni valami extrát. Ezt itt is egyébként tök ügyesen használta. Volt itt is cameója, nem tudom, biztos nem vettétek észre. Én nem láttam, pedig kerestem. Én rákerestem, mert természetesen én sem vettem észre, nem is lehetett szerintem. Ott mi a tömegben volt valahol? Ott a vége felé volt egy rész, amikor ott van egy rendőr, aki valami útbaigazítást csinált, hogy valamit, és ott a háttérbe ment el. Tehát nem is lehetett rendesen látni az arcát, meg ilyenek. Aha. Tehát ez egy kicsit olyan gagyib kameója. Van egyébként a YouTube-on egy videó, ahol az összes kameója van ott. Ott azért vannak egyértelműbbek, de érdekes film volt, de nem nevezném Hitchcock legjobbjai. Még csak a jobbak közé sem elsősorban. Tehát egyébként mindannyian ugyanazt a pontszámot adtuk rá. Mert nem rossz a film, mint hatost adtunk, és igen, szerintem ez pont egy olyan film. Egynek jó volt. Ja, de tényleg, szóval szerintem a legnagyobb hibája az tényleg a hosszában keresendő, mert 130 perc. Jó, igen. De egyszerűen indokolatlan. Tehát nem is értem, hogy miért nem volt ott senki, aki azt mondja, hogy ez felesleges. Tehát ez az egész szál szerintem, hogy erre a nőre hogy talált rá, hogy miért kellett ez a gazdag barátnő, meg ilyenek. Tehát így igazából semmit nem adott hozzá. Egész egyszerűen ott lehetett volna egy helyi lakos, tehát így... Ja. Jó, úgyhogy hát egy érdekes filmélmény volt, azért köszönjük, mert mégiscsak egy legjobb Oscar film, és top 250-ben megint kipipálhatunk egyet, úgyhogy ja. Soha rosszabbat azért. Jó, legközelebb akkor a Vörös kör lesz, ugye az volt a film igen. Címe, na azt szerintem azért jobb lesz ennél, de... Reméljük. A vörös kör az most is volt, egy vörös kör benne a 18-as. Sötét. Milyen vörös volt, úristen. Please don't. Ja, ne térjünk rá vissza. Léci, ne. Jó van. Úgyhogy hát ennyi lett volna mára ez az adás. Itt a május az még folytatódik azért filmekkel, hát az Alien az megkerülhetetlen, legközelebb az mindenképp lesz. Arthur, Karib. Én megyek Arthur. Mindjárt az Arthurra. Ja, tényleg, te még időben vagy. Ja, még van időm. Meg én a vademberek hajszáját nézem meg holnap. Azt meg én megnézem addig még egyszer szerintem. Jó van. Úgyhogy hát azért találni itt is nézni valót, de azért lesz ez még jobb is szerintem. Hát nem, don't fos, tehát attól nem kell azért félni, hogy film nélkül maradunk. Igen. Ha meg nincs aktuális film, akkor kerítünk valami. Valami szemet. Igen. Jó, na, akkor köszönjük szépen a figyelmet. Reméljük, hogy nem voltunk túl problémásak, ha ezt munkahelyen hallgattátok, hogy valami
itt a, esetleg ki lehet írni, hogy ez röhögős szegmens lett. Vagy hogy ilyet soha többé, azt is mondtam. Vagy legyen meglepetés, szerintem ez a legjobb. Jó van. Na, köszönjük szépen a figyelmet, ajánljatok minket tovább, írjatok hozzánk mindenféle kedveset, és akkor találkozunk a hónap végén újra. Mi itt leszünk, legyetek ti is. Sziasztok! Sziasztok! Csapó. A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. Ha népakarata rovatba küldenél be maximum 3 filmet, akkor az csak is kötelezően IMDb linkkel együtt küldd el a Filmbarátok Podcast kukac@gmail.com címre. Mielőtt azonban elküldenéd, a filmbarátok.blog.hu oldalon keres rá a kereső funkcióval, hogy nem beszéltünk-e már az adott filmről, illetve jobb oldalt a népakarata link alatt, hogy nem küldték-e már be azt előtted. Villámkéréseket minden mennyiségi korrát nélkül ugyanúgy küldhetsz a filmbarátok podcast kukac@gmail.com címre. További jó szórakozást kívánok adásainkhoz, sziasztok!